Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... A Fifika nem, de én igen, Pifko Krisztián alias Mujó. És Balogh Dávid alias Blacky. Fifikát elszólította az adó, paradicsom, meg a medvék. Új málnát gondolom nekem teszteltet a mackókkal, és küldött képeket, majd egyet-kettőt berakok a show notes-ba, hogy néz ki az a hely, ahol most ő van. Impozáns volt, hatalmas rét, elektromos cigi, két faragott mackó, úgyhogy innen is csókoltatunk. Hegycsúcsok, Hargita minden mennyiségben. Ez jó. Igen, ez a Hargita everywhere. Ja, úgyhogy ő most sajnos nem, mert mondta, hogy próbálta, de olyan botrány net kapcsolat volt neki ott, hogy körülbelül 5 percig tudott wifizni, mert rendesen, mint régen a kajajegy, ott ilyen, meg majd ami lesz nekünk a nikotinjegy, most ott wifi jegy, és borzasztó lassú a net, úgyhogy ne is erőltessük a dolgot. Annyira meg nekünk se jó a házi pénztárunk, hogy roomingoltassuk szegényt. No mindegy, majd nyáron visszatér, mert hogy ez most az utolsó adásunk a nagy nyári szünet előtt, ugye ahogy megbeszéltük, és ezt nem tudom még egészen pontosan, hogy mikor fogunk kezdeni. Én úgy gondolom, hogy valamikor 11 meg 7 az annyit tesz ki, hogy 18, júni 18-a, vagy az utána való hét, nem tudom, hogy vagy még tovább kitoljuk, hogyha ti is elmentek nyaralni, telelni, síelni a dubai dombokra, vagy sütetnétek a hasatokat a Bahamákon, majd meglátjuk. Remek ötlet, persze, pont így lesz. Hát mondjad, melyiket szeretnéd, és akkor összedobjuk rá, hát mit tudom is én, nem lehet az olyan sok. Mi történt veletek egyébként a héten? Azon kívül, hogy gondolom, te szervezted a gőzlér protestet ezzel, amiről majd később beszélünk. Igen, más igazából érdemleges nem is nagyon történt velem, ez egy ilyen csendes hét az idáig. Blackynek is csendes, vagy csak Blacky csendes? Nem, Blacky valamiért elcsöndesedett, vagy csak nem nyomja a gombot. De amíg ő megtalálja a hangját, addig szerintem nyugodtan beszélhetnénk a... Ugye nagyon... Nem az, hogy bőlére eresztettük, hanem nagyon tartalmas volt ez a múlt heti TPD, nagyzolás lenne elemzésnek mondani, de van még potenciál ebben a három betűben, úgyhogy ami kimaradt, azt sorra vehetnénk most. Jó, van itt egy érdekesség egyébként. Ez egy angol ecitás cikk, és a szokásos tanulmányokat idéz, jobb a második, harmadik generációs készülék, mint az első generációs, stb., de nem is ezért szedtem elő, hanem a végén egészen érdekes betekintést enged a TPD-s függöny mögé, és rávilágít néhány érdekességre. Gyorsan átváltok arra a fűre. Ilyenkor jön az élőadás helyett felvétel varázsa, hogy nyomni kell a gombot, és közben másik billentyűzet parancsol meg ablakot váltani. Talán már sikerült ezt leküzdeni. Na, igen. Szóval az van, hogy ugye a dohány direktíva előír egy spéci utántöltési mechanizmust, ami nincs meghatározva, de magát delegálta felelősnek az Európai Bizottságot, hogy megalkossa ezt az új csoda utántöltő mechanizmust, ami nem folyik, és ez lesz elvileg kötelező érvényű az összes utántölthető kazánon. És ezt ők levállalkoztatták egy külsős cégnek, akiknek a határideje az 2016 második negyedéve.
Na most ugye legkésőbb 2016. május 20-áig meg kell történnie a honosításoknak, és ebbe az az érdekes, hogy itt többféle határidő csap össze egymással. Tehát például, hogyha most holnap megjönne az itthoni honosítása a direktívának, és akkor érvénybe lépne x héttel később, vagy nem tudom, hogy mennyi határidőt hagynak erre, és a forgalmazók nekiállnának a kis készülékeiket ugye a 6 hónapos moratóriummal megfűszerezve megpróbálni bejelentgetgetni, és aztán utána 2016 második negyedévében, ami most nem tudom, hogy ez normális naptári negyedévet számolnak itt, vagy a pénzügyi negyedévet, de mindegy is, tehát igazándiból olyan május, 2016 májusa környékére ígérték, hogy előállnak ezzel a kócerájjal. Amint ezt piacra fogják dobni, vagy illetve amint publikálják ezt a mechanizmust, hogy mit is kéne használni, onnantól kezdve az összes engedélyeztetés alatt lévő, vagy már engedélyeztetett eszköz, az mehet a kukába, mert biztos, hogy nem ilyen lesz. Tehát ez egy nagyon érdekes friska és csavar ezen az egészen, hogy majd valamikor jövő év május, jövő év közepe tájékán megtudjuk, hogy milyennek is kéne ezeknek az engedélyezett dolgoknak lennie. Tehát ez megint egy olyan aspektusa a TPD-nek, hogy baromi jó bakker, és senki nem tud semmit róla, nincsen megfogalmazva, hogy ez milyen legyen. És ugye az egészet, tegyük hozzá azt a múltkor említett dátumot, az pedig május 20, ami január, február, március, április, május, június. Tehát ha a második negyedévet vesszük, akkor azért abban vastagon benne van a június is. És hogyha valaki úgy gondolta, hogy ő most mindent bead májusban, engedélyeztetni, és ugye meg lesz akkor az a fél éves moratóriuma, és kidobják mondjuk júniusban, második negyedév végén, június közepén, mondjuk egy hónapra rá, hogy na, mi lesz az, ami megfelel neki, ő majd a fejéhez kap, hogy mondjuk az eszközöknél maradjunk, mert azoknál gondolom egyszerűbb lesz. Az eszközeinek a 90%-a, de legyünk mondjuk pozitívak, a 80%-a nem felel meg, na akkor kapjunk gyorsan észbe, és valami irtózatos tempóval keressünk olyat, ami megfelel, és tudom árusítani, forgalmazni, és mondjuk importőrként találok olyan kínait, amerikait, svédet, dánt, hollandot pont nem, angolt akárkit, aki tud nekem PayPal fizetéssel számlát rendeztetni, és azzal behozattatom, majd utána benyújtom, hiszen forgalmazni szeretném, és akkor ott már bizony onnantól fog ketyegni a fél év. Bezony. Akkor lesz egy elég sovány, én azt a fél évet kitolnám pont ezért, hogy utána termékvadászás, importálás, vámkezelés, lerendezni a könyvelési oldalát, és benyújtani ugye az engedélyeztetési folyamatot, amit majd jóvá hagynak fél éven belül, vagyis hát fél év múlva, az bőven szerintem, hogyha a júniusból indulunk ki, akkor az is lehet, hogy decemberig semmi nem lesz belőle. És addig majd ilyen életben maradós raktárkészlettel, vagy ilyen tudod, amit az a maradék 20%, amit esetleg árusíthat, azzal megpróbálja kihúzni, és nem csődbe menni a vállalkozásával mondjuk. Igen. Übörög a gazdaság, Magyarország, én így szeretlek. Annyira átgondolták ezt, hogy az valami elképesztő. És van ennek még egy érdekes aspektusa egyébként ezeknél a tankos rendszereknél, hogy a szabályozás az igazándiból nem kapacitást, hanem űrméretet említ. Ami annyit jelent, hogy a 2 milliliteres limit, abból lejön még az esetleges atomizer, a kazánfejnek az űrmérete. És figyelj, akkor hogy számolod mondjuk ki az űrméretét egy... adom az értetlent, de érdekel is, mondjuk egy vatelinesnek. Hiszen az a teljes űrmérete ergo ki van töltve vatelinnel. Hát gondolom, hogy mennyit vesz fel, de ez sem akkor, mert az kapacitás lenne, de ezek meg fogják a kis, hogy hívják ott,
alapterület szorozva magassággal, ahogy a hengernek a zűrméretét lehet kiszámolni, aztán ennyi. Tehát ez egy nagyon egyszerű huszárvágásra gondoltak itt ezek szerint, és nem számolnak olyannal, hogy tényleg egy 2 millisből mondjuk 0,5 millilitert elvisz a kazánfej, akkor marad 1,5 millit, és akkor most képzeld el, hogy valószínűleg el fog venni ebből a kapacitásból még az új szuper csuda jó utántöltő mechanizmus is valamennyit, és akkor mi marad? Egy millis valamit fogsz töltögetni 1/2 óránként? Mondjuk megértem őket, mert tudod, úgy vannak vele, hogy ezt a legegyszerűbb számolni, hiszen a belső hengerpalásnak az átmérőjét meg tudod nagyon egyszerűen állapítani, és akkor nem lesz olyan, mint Ukrajnában menő megpimpelt Mercedesek, aminek 60 vagy 80 liter helyett 300 literes a tankja. Itt mondjuk pimpelnének azzal, hogy kisebb a kazán, és azzal még talán az ízen is egy picit javítanának. Tehát, hogy ez persze, csak ez nem életszerű, és hát közel nincs a valósághoz. A legéletszerűbb az lenne, hogyha, mit tudom is én, összeszerelnéd a kazánt, megnéznéd, mennyit tudsz vele tölteni, azt kifolyatnád egy hitelesített mérőbögrébe, mérőpohárba, és ennyi. Ja. Lenne. Ja, ja, ja. Én úgy gondolom egyébként, hogy az angolok híresek arról, hogy ők szeretnek mindent egyszerűen és minél könnyebben megoldani, akár ügyintézés szempontjából is. Én reménykedem, hogy náluk ez így lesz. Hát én is nagyon remélem. Minden esetre az egésznek az a szummája, vagy az a tanulsága, hogy alapvetően a TPD már elképesztő mértékben diszkriminálja magát az elektromos cigarettát a hagyományos dohányzáshoz képest. Tehát tényleg annyi karikán kell keresztül ugrálni, és a bekötött szemmel, fél lábon, hogy az valami elképesztő, miközben a cigarettánál ugye triviális. Pont ezt akartam mondani, hogy mire gondol majd az az ember, aki olyan sokszor elmondjuk mindig, hogy nem csak, és nem nagy képűségből mondom ezt most, hogy nem csak mi vagyunk mondjuk, akik nap mint nap mondjuk podcastelünk, vagy videózunk, vagy fórumozunk, vagy Facebookon fórumcsoport, tehát nem ez a 2-3-500 ember, hanem több ezren vannak Magyarországon is, akiket így ez nem érint, nem mozgat meg ők csak tényleg az alternatívát keressik, illetve találták meg ebben, és ő majd le fogja vezetni az egyenletet, mihez jobb hozzá, vagy mihez könnyebb hozzájutni, mikor könnyebb hozzájutni, melyikkel kell szenvedni, melyikkel nem kell szenvedni. Elmegyek a trafikba, akár az még vasárnap is nyitva lehet, hogyha olyan üzemeltetője van, hogy a saját boltjába beül, és még vasárnap is hozzá tudok jutni a cigimhez, szenvedés nélkül. Csók! Hát sajnos ez nagyon benne van a pakliba, igen. És hát ez baromira nem lenne jó, hogyha így történne, és ilyen irányba menne, de ez az engedélyeztetési káosz, meg a féléves kényszervárakoztatások, és ha most érted, most egy forgalmazó mit csináljon? Nyilván nem fog berendelni egy terméket kintről, amíg nem tudja, hogy átmegy az engedélyeztetésen. Tehát akkor lefut egy ilyen 1,5 hónapos kört, mire megjön a konténerekbe a 3 darab új kazánja, amit aztán vagy sikerül keresztül verni, nem? Én nem tudom, hogy milyen utánpótlások lesznek a polcokon, meg egyáltalán ki az, aki annyira mazohista, hogy föl fogja vállalni ezt a jobb szó nincsen rá vérszopatást, amit elkövetnek ellene. Hát, Egyébként nem úgy gondolod, hogy vagy ne... Itt vagy, Blacky? Igen, csak figyelek. Ja, jó. Blacky kiosont jégkrémezni titokba biztos. Egy kis horál ki. Várjatok. Nem olyan, de mégis zörög. Szóval, hogy nem-e az van ebben, múltkor gondolkoztam az adás után, hogy nem-e azért van ez a fél év, hogy egészen olyan legyen ez az egész jogalkotás, jogformázás inkább, mert hát ebben még gyakorlatilag semmi alkotás nincs, csak bebüfögtünk valamit a világuniverzumba, hogy mint ahogy nálunk is megy a törvényalkotás mostanában, hogy nyújts be, fél évig rágjuk, csócsáljuk, odaadom ennek a szakértőnek, annak a szakterületnek, amannak a törvényhozónak. Te melyik országban élsz, Charlie? Már elnézést, mert nálunk pont nem ez megy.
De várjál már, nem egyrészt jutottam. Egyrészt nem adják oda szakértőknek, másrészt megszavazzák egy éjszaka alatt. Na de ezt finomítani akartam, hát mégis pártsemlegesek és politikamentesek vagyunk. Szóval tudod, hogy ez legyen, hogy a fél év alatt nekik arra van idejük, hogy azt mondják, hogy fú, basszátok meg, erre nem gondoltunk, hogy nézd meg, majdnem kijátszotta ezt a kiskaput, na akkor ezt pederítsük át a törvényben, és akkor átírják, megmódosítják, majd visszaadják neked fél év múlva, hogy figyelj, azóta jött ki egy frissítés, olvasd el, légy szíves, nem felel meg neki. És így jobbvállal lazán bal, vagy balkézzel jobbvállal fölött így visszahajítja neked, hogy oda vigyed, ahonnan hoztad, szevasz. Hát sajnos ez is benne van a pakliba, igen. Mondjad, bocsánat. Itt vagy? Ki? Te. Azt mondtad, hogy le, és akkor csak. Ja, akkor nem nyomtam a gombot. Hát, hogy sajnos igen. Igen, hogy ilyen lehetőség is van, sajnos. És hát nyilván mit várjunk a bürokráciától, hanem a legrosszabbat. És... Na, de még egy olvasata van a dolognak, és aztán befejeztem az ezen való csámcsogást. Egyrészt alapvetően már az elektromos cigarettát magát elképesztő módon diszkriminálják a közismerten elképesztően káros és küzdeni kell ellene tűzzel vastal cigarettával szemben, ami egy röhely, hogy egy lényegesen kevésbé veszélyes és egészségkárosító alternatívát, ami millió egy tanulmány bizonyítja most már, hogy igenis működik. Tehát, hogy ennyire szivatják, de ráadásul ezek alapján még az elektromos cigarettákon belül is favorizálják a nem újra tölthető eldobhatós kis szarokat, amiket az összes felmérés azt mutatja, hogy a legkevésbé alkalmasak arra, hogy betöltsék a feladatukat, és kvázi végtelenszer nehezebb lesz rendes, normális, második, harmadik generációs, újra tölthetős, variálhatós eszközöket piacra dobni, mint egy szaros kis eldobható, nem újra tölthető valamit. Úgyhogy még e-cigin belül is diszkriminálják a leginkább használható verziókat. Ez valószínűleg elképesztően jót fog tenni az emberek egészségének. És úgy, hogy, és egy picit itt át is nyergelnék a következő cikkre, ami pont az Index gazdaság rovatában jelent meg, tehát annyira nem tartalomszerűen az e-cigihez köthető, és nyomtam egy tabot közben, de panaszkodnak éppen, most meg nem jó. Zoomolnom kellett, hogy több a rendszeres dohányos, mint 2009-ben. És erre én nem akarok sok szót vesztegetni, mert nem is érdemes. Viszont az például engem meglepett, hogy én úgy gondoltam, hogy több férfi dohányzik nálunk, mondjuk, mint hölgy. És az Európai Uniós országok közül a magyar férfiak, azok valahol a középmezőnyben helyezkednek el. A nők viszont a második helyen állnak, és most sajnos ez nem azt jelenti, hogy minél előrébb vagy annál jobb, hanem ez egy negatív rangsor. Nálunk, már hogy a mi magyar hölgyeinknél kívül csak a görög hölgyek dohányoznak nagyobb arányban. Úgyhogy ilyenkor is el kéne gondolkozni, hogy mi az, ami bejön, meg mi az, ami nem. Mert én úgy látom, hogy az nem jött be nekik, amit gondoltak, és... Tudod, amit, vagy tudjátok, amit múltkor beszélgettünk, hogy hogyan alapítják meg, hogy mennyi igen, hamisított cigi, és akkor számolják a kukából. Igen, tehát ez az útkeresésnek nem így kéne zajlania. Nem úgy, hogy ott van egy bizonyítottan káros cigaretta, és akkor mi meg itt diszkriminálunk és boszorkányüldözünk az e-ciginél is, mert ez, ismerjük be, ez tényleg egy elbaszott név. Tehát ez teljes mértékben. Semmi köze nincs az e-ciginek. Inkább úgy kéne hívnunk, hogy nikotinpótló gőzbeviteli egység, vagy a tököm tudja, hogy mi, csak így nem, mert az enyém sem a cigarettára nem hasonlít, sem füstje nincs, csak a nikotinom van. Tehát valahogy erre kéne, mert sajnos
amit már sokszor elmondtam, hogy mindig, és most is az van bennem, ti hogy mondjátok, mikor kimentek gőzölni? Mert én nem ezt szoktam mondani, sajnos a kollégáknak, vagy vadidegen embereknek, hogy kimegyek egy kicsit gőzölni, hanem csak, hogy kimegyek, és még sokszor az is lemarad, hogy eljött cigizni, csak kimegyek cigizni egyet. És ez nem az elkeserítő. Ki, de amikor kijárok, akkor ha kijárnék, és amikor kijártam, akkor azt mondanám, hogy pippantok egy párat. Nem tudom, nálam ez egy nem létező probléma. Hát, igen, na most szerencsés helyzetben vagy. Vagyunk olyan nexusban, hogy azt mondjam neked, hogy Blacky, te pedig rohagy meg, hogy egy e-cigi boltban kötelező neked, hogy e-cigit szívjál, és még otthon is e-cigit pippantotok mindketten. Igazságtalan az élet. Az gusztustalan az egész, de dolgoztam olyan helyen, ahol nyilván egészen máshogy zajlott ez a dolog. Hát ott nyilvánvaló, hogy én is azt mondtam, hogy na, akkor cigi szünet van, és kimegyünk. Nyilván többiek szívták a normális rágyújtós készülékeiket, az analógot. Én meg azt, ami éppen nálam volt, és de ettől függetlenül cigizésnek volt nevezve. És itt van elbaszva gyakorlatilag. Itt. Na mindegy. Hát jó. Haladjunk tovább a hármas pontra. Ki volt az a merész, aki berakta? Még akartam volna mondani, de nem mondok akkor. Mondjad, akkor bocsánat. Annyira nem volt érdekes, de hogy mennyire jellemző ez, és ugye az e-cigi szabályozással kapcsolatban is, hogy van némi párhuzam, hogy így hatástanulmányt készíteni, tehát így a hasukra csapnak, hogy az majd biztos jó lesz ez az ötlet. És hogy így tényleg, hogy hosszú távon milyen következményei vannak, azzal nem foglalkoznak. Úgyhogy, jó. No, akkor mit érdemel az a bűnös, kinek záloga a kezemben van, hármas pont, inzertálója? Nem én voltam. És nem is én. Ó, akkor ez még biztos az előző körben volt Fifika. És én nem néztem meg, az az igazság, ezt a videót, azért kérdeztem csak, mert csak erre nem volt időm, akkor ezt passzoljuk a jövő hétre, a következő adásra? Jó. Amikor itt lesz, aki ki tudja magyarázni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Most az alapfeltevést nézzük, csak így rátekintés szinten. Vépelés megmenti a dohányosokat, vagy csak újabb nikotinaddikciót eredményez? Erre mindannyian tudjuk, hogy mi a válasz. Igen, videó nélkül is. 42. Így van. Nem, az egy másik történet. Nem eredményez újabb nikotinaddikciót, mert a nikotinaddikció már megvan. Tehát eleve hülye a kérdés, szerintem. Most eszembe jutott az a kreatív az RTL-ből, az a tankos kardozós, szerintem. Igen, és ezt mindig el kell magyarázni. Pont tegnap magyaráztam el az N+1. Kollégának, hogy nikotin van benne? Akkor káros. Hagyjuk, mondom, elmegyek, 10 perc múlva visszajövök, amikor lesz nikotin a szervezetembe. Azt beszéljünk akkor róla, hogy mi a káros és mi nem. De ennél sokkal könnyedebb téma az, amit beraktam negyediknek, mert ez a része, ez már tényleg a bazári, már azt mondtam, bazári majomság, de hát nem majmozunk le más embert podcast adásban, ha csak nem tényleg majom. Arról van szó, hogy ugye hát mindenről lehet tanulmányt és cikket írni, most épp ez az újabb lovagolni való, hogy még a trükkök is növelik a fiatal vaperek számát, mert hogy ezekkel az iszonyat tömény végékkel, és mármint, hogy tiszta végékkel, és mindenféle alacsony ellenállású rövidzár közeli huszárkazánokkal karikát fújnak, karikát karikába, 8 karikát a 9-be, medúzát, meg az anyám kínját, meg 10 méterre elfújják, és hogy ezzel is, mintha bele lovalnák, vagy belehúznák tulajdonképp ebbe az iszonyat káros és egészségromboló szabadidős tevékenységbe a fiatal társaikat.
És most már ezt is kitalálták, hogy tulajdonképpen ez is oka annak, hogy nő a vaperek száma. Mondjuk nem tudom, hogy mi köze van ehhez bárkinek, hogyha mondjuk ne adj Isten nikotinmentes full vég, és kifejezetten a trükkedvéért csinálják. Tehát akkor azon mi kivetni valót tudnak találni. Azon kívül, hogy úgy néz ki, mint a dohányozna, és denormalizálja a dohányzás elleni 20 éves küzdelmet. Mert tudod, akkor elmondhatják, hogy és ezután jön majd az ízesített likvid, ami pedig aztán az ördög hatodik bugyrában van. Igen, utána és ezek a büdös kölykök rock'n'rollra táncolnak. Igen. Ezzel az erővel nagyon sok mindenre rá lehet mondani azt, hogy nem kéne megengedni, mert vonzza a fiatalokat. Épp valamelyik nap keltem ki az egyik csoportban. Talán pont a párásítóban volt vonzza a fiatalokat. Nézegettem a YouTube-on ezt, aztán azt, és feldobott valami ilyen extrém sport, idézőjelben extrém sport jellegű válogatásokat, ahol erősen 20 év alatti fiataloknak látszó egyének törtek egymás fején fénycsöveket, ugrottak le olyan helyekről. Az, várjál, baszki, mikor arccal mindennek neki, meg a föld. Igen. Hát az meg, ezek idióták, ezt tudtam mondani. Idióták. És tudod, és akkor, oh, it's fucking awesome, dude, és onnantól kezdve a nyakam rá, hogy ennek más is neki megy, és nem ők voltak az elsők, akik elkezdték. Figyelj már, megvan még annak a videónak a linkje, mert hogy csak hogy ne érezze mindenki annyira hülyének magát, hogy az utcán vépel, mondjuk álló helyzetben, egy pár mondatban azért én talán egy percet néztem belőle, hogy az volt úri passzió, fogalmazunk így, hogy a srác álló helyzetben, azt hiszem egy betonszegélyről, mint merev háttal, egyenes derékkal, így arccal, pofával előre, úgy, hogy volt előtte olyan, mint az iskolában volt nekünk az a baszott kemény fa, farost szék, és egy olyanra arccal bele. És ezt bazd meg fölveszik videóra, és te ettől vagy cool, meg ettől amazing az egész, hogy te ezt megcsináltad. De ugyanezt megcsinálták aszfaltra, füvön, betonon, a gördeszkára, meg az anyám kínjára, hát mondom, bazd meg, tehát ez a, tényleg megérett ez a világ a pusztulásra, hogy a hülye oda megy a pofonér, na. Hát gyakorlatilag a következő az lesz, hogy majd arccal megállítom a vonatot. Nem jött össze, fiú, de jó a videó. Ugye az emberi ostobaság csak alulról korlátos, mint tudjuk. A kerítés meg nem elég magas sose. Igen. Igen. Annak kapcsán tettem ezt egyébként be, hogy ugye a TPD-nek van olyan cikkeje, mi szerint az, amit az LCG tesztek oldalán lehet olvasni, látni videó formájában, illetve az a 200 akárhány videó, amit én eddig feltöltöttem, az innentől kezdve vagy le lesz törölve, vagy Európán belül nem lesz látható. Tök frankó, mert minden magyarul van, ergo ki a jó Istennek magyarázok, vagy ki a jó Istennek magyarázunk több számban. Az ausztrál magyaroknak, az ausztrál gőzlik magyaroknak. Igen. Én szóval... akkor fogom beindítani a legális VPN szolgáltatást mondjuk Amerikán keresztül, hogy proxival tudják nézni a videókat, vagy akkor majd a videót egy külföldi szerverre fogom föltölteni, és mindenki lokálisan fogja nézni, nem a YouTube-ról. Azt ennyi. De probléma lényegét értitek. Tehát azt, amit mi csináltunk, azt törölni kell, mert az veszélyes a fiatalokra. De ezek a szarok, ezektől hemzseg a YouTube. Tudjátok, mi veszélyes még a fiatalokra? Most így megpendített bennem két nagyon-nagyon régen elfeledett dolgot ez a beszélgetés. Az, mikor a segükbe rakják bazd meg a petárdát, meg a rakétát, és azon röhögnek, hogy a segükből nem tudják kilőni. Na, az is veszélyes. Nem, erre gondoltam. Pedig ez sokkal funnibb, mint amire te gondoltál szerintem.
ifjú duhaj koromban a 90-es években nagyon sokat szerepjátékoztunk. És a 90-es évek az arról szólt, hogy a sajtóból mindenhonnan az ömlött, hogy a puritán idióták kongatták a vészfarangot, hogy a szerepjáték az torzítja a személyiséget, és nézzük meg Amerikában is a bolond kisgyerek, tehát ilyen tényleg kórházi kezeléssel a múltja mögött álló bolond gyerek megölte a szüleit, és szerepjátékozott is. És akkor abszolút ördögtől való volt a szerepjáték, és pont mint az elcigi kapcsán most, hogy hát abban nikotin van, az káros, nem? Jöttek a, és te mit csinálsz mostanában? Hát szerepjátékozom a barátaim. Arról hallottam, hogy az rendkívül káros. Tehát így pont ugyanez. És a 90-es évek után, amikor hál' Istennek olyan szintet megütött már az otthoni számítástechnika, hogy eldurant a számítógépes játékok piaca, akkor a következő ilyen ördögtől való mumus a számítógépes játékok volt. Erőszakra buzdít, mert a gyerek néz meg, az a gyerek is pisztolyt vitt az iskolába, és nem tudom mit csinált, és meglovagolták ezeket a tragédiákat, és meghúzták a párhuzamot. Ja igen, mert Jax otthon egyébként számítógépes játékokkal játszott. És akkor ugyanez volt, és pont ugyanez az ostobaság. Azt hallottam, a Csapból is ez folyt, teljesen analóg azzal, ami most megy az elcigi kapcsán, és pont annyira megalapozatlan, és itt vagyok én, szerepjátékos, meg számítógépes játék múlta, tehát így nagyjából tudatos és felnőtt életem nagy részét úgy töltöttem, hogy ezekkel az ördögtől való dolgokba topzódtam, és mégis én is, meg a barátaim, akik ezt csináltak, egészen tisztességes emberek lettünk. Őrület, őrület, őrület. Látszik is, mi lett belőled, csak egy dripkazánt használsz rendszeresen, nem 25-öt például. Hát ugye. Te mocskos pszichopata. Na, viccet félre. Azért nem csak mi vagyunk azok, akik általában hülyeségnek tartjuk ezeket a cikkeket, vagy az ilyen jellegű megnyilatkozásokat a sajtóban, illetve itt ott, vagy a barom tanulmányokat. Hál' Istennek vannak olyan emberek is, akik kicsit több renoméval bírnak, és talán jobban lehet nekik hinni, média szinten is. Egész konkrétan tudósokra és nemzetközi szakértőkre gondolok. Egész konkrétan 5 szakértőre, akik nemrég, majdhogy nem azt mondom, hogy egybe gyűltek. A lényeg az, hogy ők most próbálnak valami szövetséget formálni. Annak idején, amikor megjelent a formaldehid tanulmány, akkor is sikerült a tudományos világot összerántani. Most ismét 5-en kinyilvánították, hogy ez a boszorkányüldözés, ez tényleg csak boszorkányüldözés, mert minden alapot nélkülöz. Itt van az első, Peter Hayek professzor, akiről már hallottunk, szerintem több ízben. Ő pszichológus, addiktológus és a londoni Queen Mary Egyetemen professzor, az egyik, aki a BBC-n folyamatosan szerepel itt az Egyesült Királyságban, és folyamatosan jókat mond, és nem úgy mondja a jókat, hogy mint ahogy én, hogy mindenféle tudományos háttér nélkül, mert nem ez a szakám, neki viszont ez, úgyhogy pontosan tudja, hogy miről beszél. Te csak egy imposztor vagy. Ennyi. Aztán itt van professzor Linda Bold is, aki az angol Tobacco and Alcohol Studies-nál is helyettes igazgató, illetve a Stirlingi Egyetemen tanít professzorat tulajdonképpen, közegészségügyi, illetve kutató pozícióban egyaránt. Dékán. Dékán is, így van. Szóval ő is elismerően nyilatkozott az elektromos cigarettáról, ugyanakkor úgy gondolja, hogy az, amit a tudományos világ állít, az nem csak egy vélemény, hanem egy olyan állítás, ami mögött bizonyíték van. És még ha annyit beszúrhatok, pont Linda mondja ki nagyon helyesen azt a mondatot, ami úgy kezdődik, hogy ez nem azt jelenti, hogy az e-cigaretta rizikómentes, és ebben minden benne van. Tehát nem úgy kell tekinteni, mert akkor innentől kezdve gyakorlatilag betilthatjuk a parizert, a felvágottat, a pékséteményt, az utcára menést,
mi volt ez a film, amit most néztem? Várjál! Bruce Willis játszott benne, és mindenki a klónját küldte dolgozni, meg mit tudom is, én is tudom, volt rajtuk egy ilyen virtuális maszk, és akkor gyakorlatilag nem kellett beszarni attól, hogyha elütt az autó, mert vettél egy új robotot, és ment tovább az munkába. Szóval persze, hát így is lehetne élni, meg így is lehetne szabályozni, de hát mindenki egy individuum, egy egyéniség, mindenki úgy és akkor döglik bele abba is, ahogyan akar. Tehát, hogyha én abba akarok, hogy e-cigit szívok, és olyan veszélyesen mondjuk, erre majd kitérünk később, olyan veszélyesen élek, hogy mondjuk üvegszállal, nem ismerve a következményét annak, hogy az üvegszálból mi száll bele a tüdőmbe, akkor akár úgy is kevésbé káros, és nem mondta senki, hogy ez nem káros. Nekem ez nagyon megfogott a Lindának a mondani valójában. Így van, az ártalom csökkentés nem azt jelenti, hogy minden ártalmat kizárunk. Egyébként meg hazugság lenne azt mondani, hogy az ember az e-cigarettát sem használja, akkor teljesen ártalommentes az élete, mert annyi szemetet eszünk, hogy az valami elképzelhetetlen eleve. Környezeti tehát, ártalmak, stb. Stb. Így van, így van. Aki városban él, annak aztán pláne nem kell magyarázni. Bocsánat, az előző témához most ugrott be, és az egészség, meg hogy mit lélegzünk be kapcsán, hogy ez mindig annyira divatos volt ezt mondani, hogy mikor a cigi helyett ugye bejött divatba, hogy vízipipát szívunk, és az mennyire tiszta, mert egy vízen átszűrjük, átszívjuk, és kiderült, hogy kurvára nem tiszta, sőt, károsabb, mint hogyha cigarettát szívnál, valóban károsabb, mert olyan égés termékeket szívsz be, amit kurvára nem köt meg az a víz, amin átszívod a levegőt. Így van, a szénmonoxid például, az 30-szor nagyobb koncentrációban van jelen, mint a cigaretta esetében, sokkal komolyabb mennyiséget szívsz be belőle, és ha jól tudom, akkor a vízipipázással töltött 30 perces alkalom, mondjuk így, hogy 30 percen áttartó vízipipázás felér egy karton cigaretta elszívásával. Fakje, fakje, fakje. És ezt emlékezzünk a szintén 30 perces farszalinoszféle e-cigi összehasonlításra, 30 perc e-cigizés ér föl egy szál cigarettával. És akkor nézzétek meg, hogy hol tartunk. Gyakorlatilag ezt a e-cigi, vagy nem e-cigi, a vízipipához való szenet, vagy tököm tudja, hogy milyennek a szabvány nem... Bocsánat, mielőtt ez így féligasság. Kizárólag a nikotinbevitel szempontjából, tehát a cigaretta más egyéb káros összetevőivel nem számolva. Ez kizárólag a nikotin az a 30 perc. Igen, csak arra akartam kiukadni, hogy míg mondjuk ezt, amit most... Tehát, nem azt mondják és kardoskodnak ellene, hogy nem, ez már pedig egészségesebb, hanem azt mindenki beismeri, hogy nem. És ott pedig bárhol megveszed azt a szenet, meg bárhol megveszed azt az ízesített dohány, vagy mit tudom is én mi az, amit ráraksz, és tudományosan izzítasz, meg alufóliát raksz rá, meg mit tudom is én, hogy mit csinálsz még. És akkor itt meg megy a fillérbaszás, meg a szavakon, és a névelőkön, meg a vesszőkön lovagolás, hogy majd mi lesz az, ami elfogadható lesz nekünk, mert ne csöpögjön, és ne. Hát akkor kérem szépen mi ez a, mindig elfelejtem, vízipipához szánt szenet is betiltani, mert képzeljétek el, hogyha az véletlen fölborul, és ráesik az ágyra a szén, és meggyújtja, és mindenki megdöglik jól. És a cigarettás doboz miért nem gyerekzáras, ha már itt tartunk? Tehát ez az egyéves gyerek oda megy, kihúzgálja, és megeszi. És az még a kisebbik baj, gondolj bele, hogy vannak ezek a 30-40-50 grammos dohányos zacsik, amit egy szál darab cellux tart zárva, tehát a gyerek oda megy és bekajál belőle, világ vége. Volt még valami ebben a csördmeges cikkben? Vagy valami? Én úgy elhallgatnám Blackit. Kérdezem, így próbálom visszaterelni finoman, csak ez úgy kijött, hogy... Jajó, nem vettem alapot szokás szerint. Alapvetően itt sorolnám a neveket, itt van még professzor Robert West, Lynn Kozlowski és Jean-François Etter. Ezek közül Robert West szintén angol, ő annak idején az angol TB-nek, az NHS-nek dolgozott, a dohányzásról való leszokás, tehát az ottani dohányzás fókuszpontnak volt tulajdonképpen
tanácsadója, aki szerint egy hatalmas lehetőséget hagynánk ki azzal, hogyha most az elektromos cigaretta piacát ennyire bezárnánk, vagy lekorlátoznánk, mert annyira biztonságosak, rossz a megfogalmazás, ettől függetlenül, vagy én fordítok rosszul, de a lényeg az, hogy amennyire csak lehet. A nikotin önmagában nem öl, az csak is kizárólag a dohányfüsttel együttől, és valószínűleg kb. Annyi kárt okoz az emberi szervezetben, mint elfogyasztani egy jó erős kávét. Lynn Kozlowski a következő név a listán, ő ez a kanadai. Igen? Igen, ott is van egy gyönyörű mondat benne. Akkor ezt átadom neked, Krisztián. Jaj, jó rendben. Lynn Kozlowski professzor azt mondja, hogy a dohányosoknak ki kellene próbálni az elektromos cigarettát, hogy véglegesen abbahagyják a dohányzást. A cél az az, hogy a dohányzást végérvényesen abbahagyja az ember, és addig használjon egy cigarettát, amíg az szükségesnek érzi. Az elektromos cigaretták nagyságrendekkel kevésbé veszélyesek vagy károsak, mint a cigaretták. Nincs szükségünk klinikai tesztekre arra, hogy megállapítsuk, hogy egy nagy zuhanószikla veszélyesebb egy emberre, mint egy kis zuhanószikla. Összehasonlítva a cigarettákkal, a kockázatcsökkentés nyilvánvaló. A mérgező anyagok mennyisége és számossága lényegesen kevesebb az elektromos cigarettákba. Ja igen, és itt a végén ez a legjobb. Nem nehéz kevésbé károsnak lenni, mint a tűzveszélyes, rákkeltő, füstöt okádó cigaretták. Igen, ez azért elég sokat mondó. Aztán a következő név a listán Jean-François Eper, aki egy genti professzor, aki a Genfi Egyetemnek a professzora, és közegészségügyi szakterületen dolgozik. A dohánytermékeket és az elektromos cigarettát kutatja jó ideje. Ő véleménye az, hogy akkor sincs probléma, hogyha az ember hosszú ideig használja az elektromos cigarettát, amíg távol marad a hagyományos cigarettától. A probléma ott kezdődik, hogy a dohányt elégetjük, nem ott, hogy nikotint fogyasztunk. A dózis még így sem olyan, mint nikotin tapasz vagy rágó esetében, és még ha olyan is, akkor sem veszélyes ebben a mennyiségben. A hosszú távú vépelés vagy a gőzlérkedés nem népegészségügyi probléma. Nem jobban, mint a... Nem jobban, mint a rágó vagy a tapasz használat, hogyha hosszú távon használja az ember. De nyilván azért a kettő nem összevethető egymással, hatásmechanizmus tekintetében legalábbis biztosan nem. Ugye még az elektromos cigarettánál, bocsánat, a személyi inhalátornál tudjuk szabályozni a nikotinbevitelt, értjük ez alatt azt, hogy most köszönöm, már nem finom, leteszem, úgy ez a tapasznál nem működik. Mint ahogy a rágónál sem, mert a nyálkahártyáid telítődve vannak nikotinnal, és még jó ideig szívják fel a hajszál erejéd a nikotint a szervezetedbe. Igen, érdekes egyébként pont ebből az aspektusból megint rávilágít egy remek ellentmondásra, és a képmutatás ne továbbjára, hogy ameddig a licenszelt gyógyszergyártók által gyártott nikotintartalmú készítményeket használod, addig egyáltalán senkinek semmi baja nincs azzal, hogy te nikotinfüggő vagy, és nikotint viszel be a szervezetedbe, de a büdös gőzlér vagy, úristen, nem már, sokkal kevesebb nikotint, egészen másképp, de az már nem jó. Így van, hívjunk papot, vagy ördögűzőt, vagy bármit, mi? Hát, egészen elképesztő. Azért utcára kell menni. Azért jó egyébként, és akkor az utcára kell menni, ez egy ha... Én még nem ha, jó, én még ha ez egy, nem ez egy 10 pontos átkötési skálán, ez a 12-es lett volna, de előtte még annyit, hogy valamit elfelejtettem, mert... Krisztián közben szólt. Én minden átkötést elbaszok. Én még szerettem volna ide mondani valamit. Nem, ezt én basztam el, Krisztián, te meg Charlie addig gondolkozol, hogy mit felejtettél el az... téma lezárva. Szóval én mindig nagyon örülök, és egy kicsit megdobogtatja a szívemet, amikor ilyen nagy nevű akadémiai körökben is ismert okos emberek nyilatkoznak erről, és remélem, hogy nem csak mi találkozunk ezzel a cikkel, ezúton üdvözlöm, csókoltatom és ajánlom a figyelmükbe a
GEMSI, EMMI, OFI, OGYI és a többi rövidítéses elektromos cigaretta ellen küzdő egészségügyi népeknek. Olvassák el és használják a buksijukat, és gondoljanak egy kicsit a rengeteg-rengeteg dohányos egészségére és életére, és ne csak a zsebükre. Köszönöm. Kellett utána az a kis csend, meghagytam. Eszembe jutott. Az egyik az volt, hogy pont leszarom, hogy ki mit gondol róla, akkor is ezt fogom szívni. A másik pedig, hogy milyen érdekes lesz akár 10-15 év múlva, aki belebotlik valahol ezekbe az MP3 fájlokba a világhálón is, vagy akár mi is visszahallgatnánk, vagy visszaolvasgatnánk, hogy mit gondoltunk arról, hogy miért történik ez az egész, és hogy bejönnek-e a jóslataink, vagy sem, de én attól félek, hogy bejönnek, és azt is, hogy miért. Már a jók vagy a rosszak? Hát a rosszakra gondolok, hogy ugye amit olyan sokszor beszéltünk, hogy ennek nincs jövedéki adótartalma, a gyógyszerlobbi, és a többi, hogy ez az idő minket fog szerintem igazolni. Az a lényeg, hogy mi pedig önmagunkat igazoljuk, mint gőzlérek, és ne foglalkozunk azzal, hogy ki mit mond. Ha már csak úgy érezzük, hogy csak annyi előnye van, amit pár adással ezelőtt mondott aszmás gőzlértársunk, hogy már pedig neki jobb, már pedig ő már nem használja a szteroidokat. Ha ezeken az ember elgondolkozik, és látja, hogy most már nem olyan megerőltető, tudod, ezek az üresnek tűnő frázisok, hogy nem olyan megerőltető felszaladni a 8-ra, nem krákogok reggelente, nem lesz COPD-m, nem köpök slime-ot, és a többi. Aztán döntse el mindenki magának, hogy melyik ér neki többet. És aztán úgy dönt, ahogy akar, csak mi meg elgondolkozunk rajta, hogy mi, miért, hogyan, kivel. Igen, erről az jutott eszembe, hogy a legtöbb ember, aki beleszól ebbe a témába, és mondjuk negatív vonalon szólal meg, annak igazándiból nincsen köze hozzá. Tehát olyan szempontból, hát nem nincsen daszosan. Köze se az elektromos cigarettához, de még csak a cigarettához sem. Pontosan, tehát mezei szóval élve egy kibic. A kibic pedig kussoljon, ne pedig szabályozásokat gyártson. Ilyenkor azért is lehet az ilyen cikkeknek örülni, mert én úgy gondolom, hogy itt az ötből nem mind az öten vaperek, sőt, szerintem nagy többségük nem használ villanybagót, és mégis ezt mondják. Tehát, ja, és ezt akartam még mondani, hogy milyen kurva jó lenne ez az élet, hogyha tényleg olyan emberek hoznák a döntéseket, akik arra méltóak, vagy jogosultak, és az élet számos más területén már milliószor volt ilyen, hogy az MTA-tól felkérnek nevezzük őket tudósoknak, olyan embereket, akik például a saját szakmájukban már valamit letettek az asztalra, például neves közgazdászok, szintén az MTA berkein belül, hogy rázzuk gatyába ezt a kibaszott országot. Ha nem olyan ember mondaná meg, hogy már pedig neked mi a jó, aki mondjuk egy gazdasági főiskolát vagy egyetemet végzett, hanem egy orvos, vagy akinek ehhez bármi kis köze is van, akkor már sokkal jobb lenne a dolog, vagy bevonnának valakit, hogy legalább tudod, éreznéd azt, hogy van respektje a faszinak, mert bevallottan nem ért hozzá, viszont kikérte olyan embernek a tanácsát, aki már nem úgy van, hogy láttam olyan embert, aki beszélt már olyannal, aki tévében már látott olyat. Igen. És pont ezért jó az, amit Blacky mondott, utcára kell menni mindenhol, ahol csak lehet. Amiről beszéltünk, tüntetés lesz. Ez már biztos. Itthon is, és nagy örömmel tölt el bennünket, hogy nem is csak egy helyszínen. Majd ezzel kapcsolatban én elmondom az aggályaimat, de mindenképp örüljünk annak, hogy 1, 2, 3, 4
magyarországi helyszín, föl tudjuk sorolni gyorsan, Budapest, Eger, Miskolc és Pécs. Ez a négy helyszín, ahol, és majd be is rakjuk a Facebookos események linkjét, csatlakozzatok hozzájuk, mert az, hogy ott lesz majd 8-10 ember, meg 20 ember, az inkább komolytalan, mint sem, hogy hát az olyan, mintha összetalálkoznánk a haverokkal, akik mennek meccsre. De menjetek el, ha nem tudtok följönni Pestre, keressétek meg a hozzátok legközelebb eső ilyen eseményt, és akkor ott mutassátok meg. Tehát itt írt nekem valaki egy levelet, egy pillanat elengedem a gombot, meg is van. Pont a tüntetéssel kapcsolatban írt B. Miklós, megőrizem inkognitóját, azt mondja, hogy pont ez a felvetés, amiről beszéltünk adás előtt, hogy jó, akkor jelenjen meg valahol 50 ember, és akkor nagyvonalúak vagyunk, hogy segít-e azon ez, hogy előre vigye az ügyet, vagy sem. Mert hogy ő arra gondol, hogy ha megjelenne 20 ezer ember, akkor annak lenne ereje, lenne benne power. De hogy tényleg ilyen 8-10-20 ember, és nem a szervezőket akarom én ezzel lebecsülni, hiszen nem rajtuk múlik, hogy valaki kattint-e arra, hogy megy. Tehát ő a központi megmozdulásra erősített volna rá. Ő is tudja, hogy nehéz, meg nem mindenki budapesti lakos, meg hát azért iszonyat drága, mondjuk akár egy vonatjegy is oda-vissza, de hogy nem lenne ez így korrektebb, vagy látványosabb. Nem tudom, hogy gondoljátok ezt. Azt hiszem, hogy talán valóban annak lenne a komolyabb értéke, hogyha Pesten lennénk többen. Összekoncentrálódna a tömeg, ahelyett, hogy 8-10 ember vagy 20 ember vidéki nagyvárosokban összeverődik. Nyilván abból a szempontból több értelme lenne, hogy több emberhez eljutna vidéken is az információ, csak kérdéses, hogy egy 5-10 fős tömegnek mekkora meggyőző ereje van. Hát én pécsi képeket láttam évekkel ezelőtti, tudjátok, mikor lufi eregetés is volt, és borzasztó kevesen voltak, sétáltak egy jó ízűt a városban. Most ez mindig. Igen? Bocsánat, ez mindig rákfenéje volt az ilyen elcégis demonstrációknak, hogy nagyon-nagyon kevesen jöttünk össze. Most így a budapesti kapcsán a visszajelzések alapján én remélem, hogy azért egy viszonylag tisztességes számot meg fogunk ütni, de nyilvánvalóan politikai visszhangja a 10 embernek nincsen. Én viszont személy szerint tökre örülök neki, hogy másutt is vannak testvér események, és a szervezői csoportba írtam be, hogy lesz plusz 3 budapesti vagy magyarországi helyszín, és tökre örültek neki, függetlenül attól, hogy ott hányan lesznek, vagy hányan nem. Igen, hogyha esetleg úgy közelítjük meg a dolgokat, és ezt akkor a kedves levélírónak mondanám, hogy nem négy helyre dekoncentrálódik ez az egész, hanem van egy nagy idézőjelben, nagy, mert sajnos, és akkor itt egy kis mellékvágány, hogy sajnos az embereknek az egészsége úgy látszik nem annyira fontos, mint 700 kibaszott forint az internet adó ellen. És nem vonulnak tízezrek majd ezért utcára, és vonulnak át a akármilyen székház elé. Fogjuk fel úgy, hogy lesz egy központi megmozdulás, ahol majd te, Krisztián, vagy bárki más, nem tudom ki, átad majd egy nyílt levelet valakinek. A többi helyen én ezért sem tartanám szerencsésnek, mert most ki milyen jogon, címszó alatt és milyen írást ad át kinek. Én azt inkább úgy fogom föl, hogy ott pedig egy jó hangulatú baráti találkozó, ahol az emberek kiereszthetik szó szerint a gőzt, kicsit puffoghatnak ezen az elmebajos helyzeten, és ha már két-három ember oda megy hozzájuk és megkérdezi, hogy mi ez, és nekik tudnak infót adni, már akkor nyertünk két-három embert. Amit még szeretnék hozzátenni, az internet adó az egy nem teljesen jó analógia volt, mert az azért elég széles körben be lett jelentve. Én még mindig megmerem kockáztatni azt, hogyha az elektromos cigaretta felhasználó
táborából, mit tudom én, 10 embert megkérdezel, 6-an, 7-en még nem is hallottak arról, hogy TPD, és fogalmuk nincs arról, hogy itt miféle korlátozások várhatóak. Tehát senki nem tud róla, idézőjelben senki. A végét elharapta a mújó, de jaj, én azért nem teljesen így gondolom, tehát valaki valahonnan mindenképpen, tehát nem, úgy mondom, mindenkinek valahonnan be kell, hogy szerezze például a likvidet. Ha nem a szomszéd Pistitől, akkor boltból. És ott biztos, hogy szembesülnie kell azzal a kereskedő által, ha az egy normális kereskedő, hogy legalább így említés szinten azt mondja, hogy az meg raktároz, mert szar van a haza. Szóval én ezt csak azért mondtam, mert kim voltunk Mújóval pont ezen a tüntetésen, amiről beszéltünk, és félelmetes ereje volt a tömegnek, hogy ezrek, 10 000-en voltak, vagy többen is, Krisztián? Jaja. Hogy ennyi ember kimegy azért, mert, és persze van mögötte kimondatlanul is másik párt, amit én leszarok, hogyha beáll az én vélt vagy valós igazam mögé, akkor azt mondom neki, hogy do it. De pont valamelyik nap ilyen hülye vagyok, hogy megyek be fel a kocsiba, és vagy zenét hallgatok, vagy gondolkozom. Ezen gondolkoztam, hogy mit kérnék én most attól a képviselőtől, aki jönne hozzám a kopogtató céduláért, és akkor megmondanám neki, hogy már pedig ez, már pedig az, meg a... És akkor itt most a többit nem mondom, hogy a földgáz meg a területfejlesztés itt nálunk, mit kéne azon csinálni, hanem megkérdezni finoman, hogy mi a véleményed erről. Hümmög egy kicsit, és akkor én meg azt mondom, hogy jó, akkor én nem hümmögök, csak nem adom oda a cetlimet. Tehát amíg te nem engem képviselsz, addig fölösleges. Tehát egyszer valakinek be kell látnia, hogy miattunk vannak azok az emberek ott, ahol vannak, és igenis számon kell kérni, igenis, ha ő nem ajánlja fel, akkor kérni kell, követelni kell, számon kérni kell, hogyha pedig hazudik, akkor a picsába elzavarni, és a következő körben kipróbálni, hogy a másik ennek fényében mit mond. Igen, ez egy nagyon jó dolog lenne, hogyha ezeket így el lehetne zavargatni, hogy megvonni mondjuk a mandátumát a saját választói körzetéből, az egy érdekes dolog lenne, mindig ott lenne a fejük fölött a Damoklész kard, és miután mondjuk 3-at elzavartak, akkor lehet, hogy a negyedik már meggondolná, hogy mégis hogyan politizáljon és hogyan intézze, hogyan képviselje az ő választóit. Ez egy érdekes fordulat lenne, ha ilyen lenne. Igen, visszatérve egyébként az eseményre, akkor a budapesti eseménynek, mert volt itt időpontváltozás nem volt, viszont helyszínváltozás volt. Ezzel kapcsolatban igen. Mondanál egy pár szót? Át lett téve az Arany János utca, 5. kerület Arany János utca 6-8 elé, ugyanis az van, hogy az Emmi az egy több épületben székelő intézmény, és a központi épülete, ami ott az Országház mögött van, a Szalai utcában, a speciál pont az oktatásért felelős részlegeket tartja magában, és így nem lett volna annyira komoly a párhuzam. És viszont az egészségügyért felelős államtitkárság az Arany János utcában van, és ezért történt ez a változás, hogy jó helyen legyünk. Ugyan már záróra után leszünk, és nyilván pénteken a közintézményekből este 6-kor már senki nincs ott a portás leszámítva, de mégis csak, hogy szimbolikusan jó helyen legyünk, ezért át lett téve az Arany János utcába. Figyelj már, egyébként azon gondolkoztam, már megint túlzok, hogy az túl meredek lenne kivinni oda egy hordozható füstgépet, és egy picit így eregetni a gőzt, a végét. Hogy valami látvány legyen már az éppen beszélő ember mellett közben helyett. Erre én nem gondoltam még, de remek ötlet. Akkor ezúton is kérnénk a vállalkozó szellemű felajánlókat, hogy akinek nélkülözésre méltó mennyiségű végéje, illetve füstgépe van, jelentkezzen Krisztiánnál
a Facebook csoportban, vagy az e-mailt nem mondjuk be. Keressen meg minket. De be is írom majd a csoportba, illetve az eseményhez, hogy jó. Ha valaki tud, akkor jelentkezzen, legyen szíves, ez egy remek ötlet. Mielőtt elfelejtem, én két dolgot szerettem volna még így a létszámmal kapcsolatban mondani. Hogy az egyik, amit Blacky mond, hogy még mindig, tehát már így a 11. órában, vagy a 23. órában is sokan vannak, akik nem veszik komolyan ezt az egészet, és sokkal egyszerűbb lesz szerintem nagyobb tömeget megmozgósítani, mondjuk 2016-ban, amikor tényleg koppannak az emberek, akik eddig félváról vették ezt a dolgot. A másik meg az, hogy én próbálom pozitív oldalról megközelíteni, tehát a visszajelzések alapján többen leszünk, mint eddig valaha ilyen típusú megmozduláson, és ezt a pozitív fejlődést próbálom én nézni. Figyelj már, Krisztián, közben jutott eszembe, fölvette valaki a kapcsolatot a média bármely szereplőjével? Még nem, várom a visszaigazolást a BRFK-tól, amit ma-holnap kell megkapnom, ugye, és ha az megvan, és már nincsen ilyen, hogy helyszínváltozás, meg ilyesmi, hanem minden a végső állapotában kőbevésve van, akkor fogom körbe küldözgetni a médiumoknak az értesítést róla, hogy lesz egy ilyen dolog. Szerintem tökre szerencsés lenne, hogyha online médiumnak lehet mondani egy televíziós csatornát, egy KRTV csatornát, hiszen az, hogyha csak akár egy 20 perces snitt erejéig is, meg két mondat, de legalább, tehát mi jut el legkönnyebben az emberekhez, nem az internet, mert lehet, hogy valakinek az sincs, hanem tényleg a tévé, a híradó, igen. És tegyük hozzá zárójelbe, és nem mondunk pártokat, hogy van olyan kereskedelmi tévé, aki most minden konfrontációra azért jobban ugrik, mint annak előtte, és hát ha éreznek ebben is annyi potenciált, hogy azt mondják, hogy na, szúrjunk ezzel is egy picit oda. Remélem, én mindenképp körbe fogom küldözgetni az invitációt, aki él és mozog és számít, annak mind. Lesz egyébként valaki, aki ezt rögzíteni fogja hang- vagy képanyagban? Egyelőre még nincsen kijelölve, de ha más nem, akkor egy mobillal valami biztos lesz. Az tökre jó lenne, és akkor azt valamit egy kicsit faragnánk rajta, és ha több mobil lenne, még jobb lenne, és akkor abból egy ilyen valamit összedobnánk ide a csoportba, hogy... Igen, azt szépen össze lehetne vágni a végén. Aha. Úgyhogy... Az is ideális lenne, hogyha a mobilt tartó fiatalember elbeszélgetne a többi gőzléltársával. Nem kell hosszan, csak annyit, hogy mióta csinálja, milyen egészségügyi változásokat vett észre magán, mit tudom én, levegővétel könnyebb, visszajött az ízlésszaglás, ugyefüle. Mert ezeket összevágva bizony úgy gondolom, hogy meggyőző erejű videó születhetne. Ütős anyag lehet belőle. Én arról ábrándoztam egyébként, hogy majd egy drónról rögzítjük az egészet föntről, és akkor ez milyen végképp nagyon látványos dolgokat lehet összevágni belőle, de aztán Lackó Attila gőzlértárs kiábrándított, hogy a drónos témában is vannak jó szabályozások, úgyhogy ez sajnos nem lehetséges. Azt még az eseményhez tegyük hozzá, hogy az esemény ehhez, inkább úgy mondom, nagyrészt inkább az eseményhez köthetően, de van pólórendelési lehetőség is. Nem mi csináljuk, tehát nem saját magunkat reklámozzuk. Van valaki, aki ezt bevállalta, hogy ő legyártja, csak be kell írni egy Google táblázatba, hogy melyik helyszínre mész, mi a neved, és SS-től 4XL-esig beírod, hogy hány darab kell. Ott van egyébként a pólónak is a mintája. Én most nem tudom megkattintani, mert nyomom a gombot, de valaki kattintsa már meg, és olvassa be a feliratot, hogy mi van körülbelül rajta, mert annyira emlékszem, hogy az egyik, tehát szemből, ha nézzük, az egyik tüdőlebeny az egy dohányos tüdő, és egy hagyományos cigaretta van ott, a másik oldal pedig egy egészséges ebb tüdő, és egy elektromos cigaretta van ott, de a feliratra már nem emlékszem. Nyitom a képet egy pillanat. Igen, akkor nem, akkor később. Mondja csak. A pólónak a jobb felén van egy cigaretta, piros karikában áthúzva, alatta halványan sejlik egy feketére kormolt tüdő,
a másik oldalon egy elektromos inhalátor készülék van, zöld karikában, nem áthúzva, egy szép rózsaszín tüdő fölött, kevésbé káros felirattal, és ugyanígy alattuk velük párhuzamosan boltban kapható, van a cigaretta alatt, a kevésbé káros oldalon, az elektromos készülék alatt pedig ezt megbetiltanád. És nem tudom, hogy olvastátok-e, köszönöm szépen, hogy beolvastad egyébként, az e-cigi teszteknek a Facebook oldalán azokat az agyhalott kommenteket, illetve csak egy van ilyen, aki szerintem még a 16-ot is alulról verdesi, ez volt a hozzáfűzni valója, az e-cigaretta károsabb, mint a normális dohányból készült cigi, szóval akárhonnan vetted, és én kérek elnézést, szó szerint idézek, akárhonnan vetted, hogy az e-cigi egészségesebb, kibaszódtál. Oké. Okay. Erre mondja Bölcs Bagoly barátunk, hogy ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. Az. Szóval, a pólórendelés nyitott. És most kattintok. Az is nyitott, hogy ezeket a roppant felvilágosult fiatalokat, akik hajlandóak lesznek elmenni a gőzlér felvonulásra, és ami mondjuk itt lesz Budapesten, és mondjuk nagyon szeretnének még a program után is beszélgetni egy kicsit, lesz nekik bizony gőzlér after party, méghozzá, megkattintom, pici csend következik, itt is vagyok, ez a St. Clouds nevezetű dolog lesz, történet lesz, már nem mondom, a Scarabeus Music Caféban, az Eteletér 6-nál. Ez gyakorlatilag, mindjárt nézem is, hogy mit írt nekem Oszi, pillanat. Igen, ez azt mondja, hogy fenn a Szeparéban 50-en tudnak leülni, de 100-an elférünk a teljes Csehóban, tehát van egy emeleti rész, és van lent, aki úgy gondolja, hogy oda megy, és meg szeretné csillogtatni ének tudását, Béla, akkor az lent be tudja bizonyítani, hogy mennyire jól tudja elénekelni a Big in Japan-t, mondjuk karaoke is van. Egyébként ott lesz még, ha jól olvastam, mindjárt kattintok, igen, tömegközlekedéssel jó megközelíthető, ezt tudjuk, 49-es villamossal ki lehet oda menni, a 4-es metró vagy a 7-es busz is ott áll, meg ugye a 4-es az új metró. A kezdés időpontját ugye az a demonstráció vége fogja megszabni, de körülbelül 20 órára satszolják, és kóstolható lesz egy csomó új nikotinmentes e-liquid is a Vape 42 felajánlásából. Köszönjük szépen Oszinak! Ez a St. Clouds nevű széria lesz egyébként, nem tudok róla semmit még. Ős csak... bemutató. Igen, ős bemutató. Az utolsó mondata az Oszinak, hogy belépés csak dripperrel. Úgyhogy én itt 14 embert látok, hogy ott lesz, és 4 talán. Mindenkit arra buzdítanék, hogy menjen el a felvonulásra, utána pedig egy jó kis gőzlérkedés a Scarabeus Music Caféban. Úgyhogy sok sikert kívánunk mind a kettő. Én kívánok, nem tudok sajnos ott lenni. Nem tudok sajnos ott lenni. Mennyire sajnálhatod? Egyébként igen. Jó, igen, ez pont rosszkor jött ki, így. Igen, 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 persze, csak viccelek. Nyilván ott lennél, ha tudnál. Jaj, én viszont pólóprojekt kapcsán szeretném nevesíteni Szűcs Pétert és Nagy Endrét, és megköszönni nekik, hogy fölvállalták, és fáradtságot nem kivélve szervezték a pólóprojektet, hogy megtörténhessen. Köszönöm szépen nekik. Akiről még meg kell emlékezni, mert a pólóprojekten kívül szórólap projekt is megy, Jávorszky Béla, és Nemény Zsolt, ugyanis szórólap is lesz gyártva, amit majd az rendezvényen osztogatni fogunk tájékoztató jelleggel, illetve nem fognak, mert én sem leszek ott, nem csak Charlie.
A SoundCloud ős bemutatóján meg még annyira sem, mert diszkriminatív köcsög, dripperrel, ne haragudj. Ki vagyok zárva a tankommal, basszus. Na, szóval róluk is meg kell emlékezni, nekik is nagyon szépen köszönjük a fáradozást. Igen, igen. Meg hát mindenki, aki hozzátesz akár egy megafonnal, akár a saját gondolatával, aki kimer állni emberek elé majd ott, és a saját érzéseit, tapasztalatait megosztani, annak mindegyiknek előre nagy respekt és sok bátorságot kívánok hozzá. Nem egyszerű emberek előtt, akár kevés ember előtt is beszélni, ezt tudjuk, Krisztián, hiszen túl vagyunk már közönség találkozón is. Igen. Aztán mi van még itt? Menjünk tovább a cikkek. Nem, ezt én szeretném bejelenteni, mert hogy amit múlt héten mondtam az adásban, hogy Blacky elindított egy új weboldalt. Na most akkor mindenki szépen mondja el, melyik ez a weboldal. Blacky.info. Hát ezt ilyen, hogy mondják, ezt most te basztad el, mert szerettem volna, hogyha itt hangosan mindenki fölordít a podcast hallgatás közben a gép előtt, vagy éppen a kocsiban, hogy ecigi.info! Igen, az ecigi.info. Elkezdte föltölteni Blacky a cikkeket, és itt van pont kettő az orrom előtt. Az egyik az egy, hogy rákkeltő a nikotin, a másik pedig, hogy mi az az e-liquid, mit kell róla tudni. Jól emlékszem, hogy ezek külföldi cikkek, ezeket te fordítottad, és teszed közzé, közkincsé, inkább így mondom. Tehát, aki nincs tisztában a dolgokkal, egy, nézze meg, kettő, nyugodtan, és bátran ossza meg a saját üzenőfalán. Ez is milyen borzasztó, hogy most már mindig ilyeneket beszélünk, hogy ossza meg az üzenőfalán, mert már nincs a Facebookon kívül élet. Nyugodtan e-mailben is elküldhetik bárkinek, felolvashatják a nagymamának, akárhogy. Aki kételkedik, és nem érez magában annyit az ember, aki elcigizik, hogy ezt ő saját kútfőből megmagyarázza neki, hogy miért. Itt vannak remek cikkek, amik most már magyarul is elérhetőek. Be fogjuk ezt is linkelni a weboldalra, illetve hát a show notes-ba. Köszönjük szépen! Annyit még szeretnék hozzátenni, hogy minden cikk vagy tanulmány, ami ott fönt van, le van fordítva, egyrészt nyilván szabadon terjeszthető, másrészt pedig minden mögött ott van a forrás. Tehát igyekeztem relatíve támadhatatlanra csinálni, tehát ne úgy nézzen ki, mint valami blogger oda leül, aztán beklimpíroz valamit a saját kútfőből, minden mögött ott van a forrás. Az adott tanulmányok, hogyha egy cikkben több minden idézve van, ott is ott vannak a linkek, tehát abszolút követhető, nyomon követhető és lekövethető minden. És nem csak annyi, hogy angol tudósok. Így van. Brit tudósok, azok helyesen brit Én tudósok. Én kérek elnézést, bocsánat. Annyira bennem van, hogy a skótok próbálnak lefele támadni London fele, hogy egész Angliában gondolkoztam. Vagy írek? Már ezt se tudom. Mindegy, a lázadók, az a lényeg, a lázadók. Akiket olyan nehéz megérteni. Így van, de azért a lázadással kapcsolatban, és itt most ezt szeretném, ha Krisztián mondaná, van egy nagyon érdekes idézetünk Thomas Jeffersontól. Ó, én ezt a végére szerettem volna hagyni, de most is jó lesz, mert igazándiból a komoly témákon már túl vagyunk. És Thomas Jefferson ugye egy Egyesült Államok egy korábbi elnöke volt, ő és nem volt egy buta ember. Ő mondta azt, hogy ha egy törvény igazságtalan, az embernek nem csak joga nem betartani azt, de egyenesen kötelessége. Így a nyakunkon lévő nagyon rossz és igazságtalan szabályozások kapcsán. Ezt üzeni nekünk a múltból Thomas Jefferson. Nem tudok, egy kézzel nyomom a kontrollt, nem tudok egy kézzel tapsolni, de mint az egyetemi padban így kopogok az asztal alatt tapsolás helyett. Ez egy gyönyörű mondat. Be kell vágni valami effektet az adásba. Ó, annál lustább is vagyok, meg elfoglaltabb. De virtuálisan igen, tapsolunk, és akkor Krisztián ez a manuál echo effektel. Tadam!
Jó, Ha akkor... egy törvény, vény, 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 vény. Igazságtalan, lan, 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 lan. Valahogy így. Zseniális vagy. Zseniálisak vagyunk. Úgyhogy... Úgyhogy ideje whoopingolni? Ó, rohadjon meg, hogy most meg én nem nyomtam ezt a kurva gombot. És nem is értettem, hogy mi történik. Hogy persze, mert így el akartam szürkíteni a Thomas Jeffersonos sort, és közben mondom, rákattintok, de így nem megy, elengedem, kattintok, de közben beszélek is. Ó, shit. Szóval mehetünk tovább a következő témára, ami már egy kicsit inkább off-topic és könnyedebb. Természetesen. Arra gondolsz? Hát, ezt úgy mondtuk, ugye, hogy ezt talán passzoljuk, mert annyi, jó, passzolhatjuk, annyira nyugodtan. Nem sürgős ez. Van itt kettő darab link még, az egyik ez a WebTools, a másik pedig a mindenkinél használ, a nélkülözhetetlen kategóriába sorolnám ezt a komfortos kis ketyerét, kiegészítőt, de akkor kezdjük a WebTools-szal. Ti beszéljetek, én meg megkattintom gyorsan. Én is most kattintgattam, és töltődik. Mi ez a WebTools? Ja, igen. Nem töltöttem le, mert nincs androidos telkóm. És most azért ment el a hangom, mert följött egy rohadt pop-up. Szóval egy N+1. User-friendly appal találkozhatunk, ami egyébként amellett, hogy e-liquid kalkulátor, el tudod menteni a saját receptjeidet, és a többi, ezt valami felhőbe föl tudod tölteni. Itt logolni is tudod, ja bocsánat, ohm kalkulátor, teljesítménykalkulátor, mindenféle konverterek, hogyha mondjuk valaki nem tud AVG-ből átszámolni fejben, és nem szokta meg a mértékegységeket, akkor azt is tudja vele, tudja exportálni mindenféle egzotikus CSV formátumba, és a többi, és a többi. Na szóval egy plusz érdekes kis cuccmák lehet, aki mondjuk Androiddal rendelkezik, és szeretné kipróbálni, berakjuk majd a linket is, mindenki elérheti, úgyhogy WebTools hajrá neki, aztán elemezheti a kiimportált adatait, és egy táblázatba foglalhatja. Érdekesség. A másik pedig, az múltkor találtam rá egy hiánypótló, hiánypótló berendezés. Hiánypótlónak mindenképpen, igen, berendezésnek már kevésbé merném nevezni. Nagymamámnál volt ilyen WC-papír guriga tartó a falra szerelve, itt annyival van megpimpelve, hogy modoknak, és az új verzió, amit a honlapjukon láttam, liquideknek, hogy az ízcsere is megoldott legyen a budin drippelés közben. Tehát ennek egy ilyen... Hosszú szülések esetén. Igen. Egy fa, WC papír, guriga és mod és liquid tartó. Csak annyi hátránya van tényleg, hogy... Apparátus! Igen. Amerikán kívül sehova nem szállítanak, de mindenki meg tudja találni a módját. Szerintem vannak olyan... Most lebuktál, hogy miért mész Amerikába. Tulajdonképpen én nem is akarok ilyet, csak Brenyó rám írt, hogy neki minden pénzt megérne, tehát ő fizeti a shippet, ő fizet mindent, csak neki kell egy ilyen WC paper and mod and liquid stand, nem tudom miért, $50, bazd meg, jó, tehát ez. Itt is el tudnám mondani, hogy ez a világ megérett a pusztulásra, de ha valaki ettől boldog, akkor szíve lelke rajta. Egy remek szóviccel élve, ez az apparátus a kereségben kapja azt a nevet, hogy Toilet Vapor. De hülye vagy. De hogyha már ennyi mindenről megemlékeztünk, és a viccesből egy picit a komolyabbba mennék át, hogy érezzétek, hogy mennyire
szeretném rajta tartani a hazai Véper podcasten az ütőerén az ujjamat. Ezúton szeretném megköszönni drága feleségemnek, mert hogy nekem ma van a 10. házassági évfordulom. Gratulálunk! Ezúton is gratulálunk, igen. Köszönöm szépen, hogy engedélyezte, hogy itt beszélgessetek veletek, ahelyett, hogy bujálkodnánk az ágyban, vagy éppen elmennénk ünnepi vacsorázni, vagy bármit csinálnánk, úgyhogy itt köszönöm meg Nórinak, hogy már több mint egy éve eltűri azt, hogy minden csütörtökön eltűnök 4-5 órára, és itt beszélgetek az üres szobában a számítógéppel. Csókollak! Mi is köszönjük, főképp Lackó Attila és Várkonyi Andor nevében. Igen. Jaj! Hát Andorról mindig beúrik a Legion Run, és hogy már megint számon kérte Mujót, hogy jó, most már belenyugodtam, hogy nem jössz futni, de legalább nézőnek gyere. Úgyhogy mindenképp menned kell, vagy mennünk kell, mert engem is hívott július 18-án, ha jól emlékszem, Legion Run. Én egy szavatartó ember vagyok, és az legeslegelején megmondtam, hogy nevezni nem nevezek, nézőnek mindenképp megyek, és ahogy telik múlik az idő, pont így fogja kiforni magát. Az. Na, szerintetek mehetünk az olvasói kérdésekre? Mindenképpen. Menjünk. Köszönöm szépen. Első kérdés, egy olyan embertől jött, aki még nem tett föl soha kérdést itt, egy newcomer, Pivko Krisztián volt. Oké, kérdezek én is, akkor miért mész Amerókába, és mit fogsz ott csinálni podcast helyett? Mikor lesz a szünet utáni első adás? Pivko Krisztiánnak üzenném, hogy ezt már ugye megfogalmaztuk, hogy mikor lesz a szünet utáni első adás, és hogy miért megyek. Azért, hogy kipihenjem ezt a sok kretént, aki itt szívja el az életenergiámat, és nagyon fain modokat és likvideket szerezzek be, és aztán kisimult arccal jöhessek haza, és tán még valami kis nyereményjátékot is becsempészek majd a podcastbe a hazahozott cuccokkal, de erre ne vegyen senki mérget. Kisimult arccal és kisimult pénztárcával. Igen. Egyébként meglepő, hogy abban a tetves rohadt nagyvárosban próbáltam normális vépshopokat találni, és a Beyond Vépes srácokhoz mindenképp el akarok menni. Velük már más témában is fölvettem a kontaktot, de sehol igaz. Tehát a likvid vonalon mindegyik rajta van nagyon, úgy gondolom, és tényleg úgy érzem, hogy ott kurvára nem túlzás az, amit mindenféle kimutatásokban olvashatunk, hogy ott hány ezer likvid van, és tényleg csak a képzelet szab határt. Megtanítom majd a sútyóknak, hogy mi az az íz, ami ott kezdődik, hogy málna, és nem kell 58 féle ízt belerakni a likvidbe, hogy jó legyen. Aztán majd meglátjuk, hogy mit szólnak hozzá. Ennyi lett volna, nem tudom. Meg tudod kérdezni a Krisztián Mújó, hogy elégedette a véleménnyel? Vagy a válasza? Úgy nézem, igen. Aha, jó, zsír. Még azt bököt, hogy kérdezzem meg, hogy melyik városba is mész? Hát, ez egy ilyen long trip lesz. New York, Washington. Terveimben volt egy olyan képet készíteni, mint Habony Árpád a Washington Post-tal ülni az emlékmű előtt a lépcsőn. Akkor így keleti part? Igen. Hát picit fölmegyek a vízesés felé, ott még találkozom még valakivel, aztán le Florida, Miami, Key West, Orlando, mi a túró az, ahol? Kennedy űrközpont, mexikói öböl. Ez már ilyen csajos program lesz az asszonynak, hogy tudod, outlet, meg városnézés, meg vásárolgatás, meg krokodil evés, amit én csak nézni fogom, de az biztos. Úgyhogy ennyi. Csak nehogy krokodiletetés legyen belőle. Tehát mindenki ezzel jön meg, hogy majd én leszek ki játszik a CSI Miami helyszínelőkbe, az a George Clooney. Hülye, nem a... David Caruso. Igen, de a szerep szerint mi a neve? Horácio. Igen, hogy majd nehogy ott találkozzak vele, és nem úgy, mint
mint bűnelkövető, hanem mint áldozat, mert fölzabált a krokodil, de hát az persze megvan az a másik sorozat. Ja igen, az Everglades-be megyünk, még mindenképp meg szeretnék nézni egy ilyen mocsártúrát, rájdolni egyet azzal a propelleres géppel. Úgyhogy hát ennyi, tényleg csak ilyen just for fun a dolog lényege kimenni. Szeretjük azt a rohadt nagy országot, és mindig új városokba megyünk, ha tehetjük. Ennyi. Klapán hangzik. Érezzétek jól magatokat nagyon. Köszönjük szépen. Két hely még van, tehát még befértek, ha gondoljátok. Há, valakinek itt tüntetnie is kell. Ó, bakker, tényleg. De Blacky nem megy. És pont Heathrow átszállással megyünk, tehát be tudsz csatlakozni. Tudtok? Kizárt dolog. Ja, Istenem, te meg majd azzal jössz, hogy valakinek vinni kell a boltot. Mert pontosan így van, sajnos. Fuck. Na, megyek tovább, mert már túl sokat beszélgettem itt magamról, nem vagyok én ilyen. Szűcs Péter kérdése volt. Készülünk a TPD-re. Van, akik szerint teljesen félreértelmezzük, és valaki megmozdította. Van, akik szerint teljesen félreértelmezzük, és hogy az milyen jó is lesz, ha megfelelően honosítják. Szerintem, akik ezt mondják, azokkal nem egy malomban őrlünk. Hogyan és mit keverjünk? Smiley, hogy megértsék, miről is szól. Már úgy mondjuk, bocsánat, hogyan és mit keverjek, hogy megértsék, miről is szól. Hogy akkor elkezdjem, mert mind a ketten csöndben vagytok. Én úgy gondolom, hogy egy, TPD-vel kapcsolatban a kivárásra játszanak, kettő, arra, hogy ez a slendriánul megfogalmazott, rengeteg oldalon összelapátolt férc munka, ez kiből mit indukál, vagy kiben mit indukál, és azok a félreértelmezhető mondatok, ez olyan, mint egy kiszivárogtatott Apple termék fotó, amit elkezdenek köpködni mindenféle fórumokon, és azt bőven és vastagon figyelembe fogja venni Johnny Ive, és úgy tervezik majd, hogy az esetleges fikázó kommenteket is figyelembe veszik. Tehát itt is én szerintem, bocsánat, ilyen nincs, szerintem az is benne van, hogy igen, ez még erősen a hazai, tehát a lokális viszonyoknál ez még bőven alakulhat, és én nem úgy gondolom, hogy ez a pozitív irányba. Hát én úgy gondolom, hogy aki azt gondolja, hogy ez jó lesz, az nem sok időt szánt a TPD megértésére és értelmezésére. Mi azért nem kevés időt beleöltünk, hogy tényleg ízekre szedjük és próbáljuk értelmezni, hogy ez voltaképp a valóságban mit is eredményezhet. Aki azt gondolja, hogy ez jó lehet, az valószínűleg megállt az EU-s régi bizottsági propagandánál, ami annyit mondott, hogy szabályozásra szükség van, mi ezt az egészet kizárólag a fogyasztók érdekében tesszük, hogy minél biztonságosabb és minél jobb legyen minden, és akkor itt a történet vége, és nagyjából ennyit hallgattak, történet, nagyjából ennyit hallgattak meg a TPD-ből, és nem vették a fáradtságot, hogy ezt valójában megpróbálják fölfogni, hogy miről is szól. Igen, azért ez itt nem tudom, mire, milyen, miféle kivárással lehet itt játszani, itt már nincs mire várni. Igen, van többféle megmozdulás folyamatban, ott van a Zombor Gáboros petíció, tudjátok ti is, hogy mit tudni, valami 1300 aláírás van alatta, nem több. Kétlem, hogy itt az, hogyha még ők rá is bólintanak, oké, legyen TPD, és átvesszük így, ahogy van, hogy az nekünk jó, nem jó. A TPD úgy nem jó, ahogy van, tehát ha teljesen rugalmas lesz a hazai légkör, akkor sem hiszem, hogy nekünk ez úgy lesz jó, ahogy ez le van írva per pillanat. Hát és nem is nagyon tud rugalmas lenni, ugye, mert nagyon kevés olyan pont van, ahol egy minimális mozgástér felfedezhető. Nagyon sok tekintetben abszolút kerekperec fogalmaz a szabályozás, és ott nincs mit mozgást terezni. Nincs, itt egyetlen út van, tényleg a legal challenge, ugye, amit a Totally Wicked már elindított, és remélhetőleg nem ők lesznek az egyetlenek. Remélem, hogy lesz mögött elég bázis ahhoz, hogy az EU felkapja a fejét, hogy na, gondoljuk át ezt újra még egyszer. Reméljük. Megyek tovább akkor, ha
nincs más hozzáfűzni való. Csak nyugodtan. Tóth Gyula kérdése volt, szakmai kérdése lenne, miért nincs a hazai shopok kínálatában Noalux? Nem csak javítja a vezetést, de csökkenti a rézmenetek kopását, valamint elég ritka a bolondbiztos rozsdamentes acélhúzal is, pedig dual dripperben mehával isteni a 03-035-ös. Én erre nem tudok mit mondani. Én azt tudom mondani, hogy egy darab boltban biztos, hogy láttam, mert én a Dudától kaptam Noaloxot, tehát a favorit shopnál beszerezhető. Egyébként szerintem azért nincs, mert hogy a Noalox, mint olyan, és ne tévesszük el, azt hiszem, ha jól emlékszem, most nincs előttem, hogy ez a Noalox, ez olyan, mint a Rotring. Tehát a Rotring sem minden vékonyhegyű, ez a nyomkodós ceruza. A Rotring az egy márka, ez a Noalox is egy ilyen pasztának a márkája, és ez egy amerikai gyártó egyébként, és rohadt drága lenne. Gondolom nem lenne rentábilis, mert behozná nektek bármelyik kereskedő, csak ti meg utána azt mondanátok, hogy hát ez kurva drága. Pont úgy, mint a Fiber Freaks vatta. Véleményem szerint. Egyrészt, másrészt pedig a Noalox, mint olyan, az csak egy sima mezei alumínium paszta, bárhol megvehető villamossági boltban, csak nem Noaloxot kell kérni, hanem vagó alu plusz vezető pasztát, vagy valamihez hasonlót. A lényeg az, hogy alumínium paszta legyen, ugyanazt a dolgot csinálja, csak legfeljebb más a márka név. És azért azt is tegyük hozzá, hogy ez nem csak rézmodnál áldásos ennek a hatása, ezt be lehet kenni akármilyen módba, a menetekre javítja az elektromos érintkezést, illetve csökkenti tehát az SS mod menete is koszolódik, hisz azért írja ki nekem az Isten verte provari, hogy púr az IQ-m, és ha megtakarítom kontaktsprével, akkor meg jó lesz. Tehát mindegyik koszolódik, dzsuvásodik, a felülete nem lesz tiszta. Ez segít abban, hogy egy picit kitoljuk a határait ezeknek a tisztántartásnak. Ettől ritkában kell takarítani, akkor én ilyet kérek. Igen, igen, egyébként. De kipróbálhatom, majd adok. Ez a paszta, ez véd az oxidációtól is, illetve mivel vezető képes, hiszen nagyon finomra darált alumínium van benne, ezért az érintkező felületek között, a csavaros menete felületek között tulajdonképpen érintkezést, vezetést biztosít, csökkenti az átmeneti ellenállást. Olyannyira nem csak rézmodok esetén alkalmazandó, vagy alkalmazható, hogy a provari készülékek eleve bekenbe jönnek. Bizony, bizony, és hogyha az ember kitakarítja, akkor hallja utána azt, amit mindjárt én is produkálok. Ezt nem tudom, mennyire lehetett hallani. Rendesen. Ezt a hangot, mert elfáradt benne, és úgy vettem észre, hogy egy idő után olyan, mint a hővezető paszta a processzor hűtőknél, hogy egy idő után felkoszosodik, és a kosztol levegőtől felkeményedik, és akkor már tényleg egyszerűbb, hogyha az ember kitakarítja. Úgyhogy ezt még nem kentem utána, és gondolkoztam is ezen, hogy mi lenne, hogyha én valami ilyen ezüst, poros, tudományosan bekevert, kurva drága hővezető pasztával is játszanék, tudjátok, amit a processzoroknál lehet használni, aztán semmire nem jutottam, mert drágább lett volna az a kis 1-2 millimint, mint egy ilyen Noaloxos tubus. Egyébként ez ilyen, ha valaki ipari mennyiségben használna, mondjuk, mint a provari, akkor ezt megveheti ilyen hatalmas nagy, mit tudom, ilyen 2 vagy 3 decis tégelyben is, és akkor mint a cipőbox úgy tudná kenni. Egyébként ez egy ilyen kis tubusos kiszerelésben kapható. Mondom, már az előbb mondtam, hogy melyik shopban. A másik kérdés az acélhúzal, hogy elég ritka. Hát azzal sem, én nem tudok ezzel a problémával igazán mit kezdeni, hiszen nem vagyok shoppos, hogy tudjam, hogy mire van igény, meg kereslet, úgyhogy hát nem hozzák be, mert itt tudom is, hogy nincs rá kereslet vagy igény. De biztos, hogy lehet kapni, mert ez is olyan, hogy találkoztam már én is
vele, sőt vettem is, pont az oszitól szerintem. Mindegy, ugorjunk. Így van, nem vagyunk soposok, tehát nem tudjuk megindokolni, hogy mi miért nincs a boltokban. Novák Gábor hosszú lélegzett vételű kommentje. Én nagyjából egy éve vettem először elektromos cigarettát a kezembe, és akkor én minden mesteremtől vattás tekerést tanultam. Csak mostanában kezdtem el felfedezni magamnak az üvegszál használatában rejlő lehetőségeket. Viszont kicsit kutattam a témában, és találtam néhány számomra kérdéseket felvető cikket és bejegyzést a múltban, főleg külföldi oldalakon. Ezek 2-3 éves témák már, és azt taglalják, hogy az üvegszál használata egészségügyi szempontból problémásabb a vattánál, tekintve, hogy az üvegszál apró mikroszkopikus méretű szálacskái a gőzzel bejuthatnak a tüdőbe, ahol ott sérüléseket okozhatnak a tüdőszövetben, nagyjából úgy, ahogy a szilikózis teszi. Hangsúlyozom, hogy ezek több éve leírt vélemények, de engem érdekelne a ti véleményetek erről. Én nem vagyok elég tapasztalt ahhoz, hogy véleményt alkossak. Esetleg a ma kapható üvegszálakra ez már nem igaz? Vagy régen sem volt igaz? Remélem ez a helyzet, és ha igen, akkor meg is fordítanám a dolgot, és fel is tennék is egy másik kérdést is. Ha semmi gond az üvegszállal, akkor miért nem tekerünk többen azzal? Minden reviewer lassan már a vattát használja, és alig látni üvegszállal bemutatott eszközöket. Szerintem egy fantasztikus szállító médium az üvegszál, és talán kicsit érdemes lenne propagálni a használatát, nehogy még kivesszen a vaper tudatból. Hát nagyjából egy évvel ezelőtt azért tanulhatta mindenkitől szerintem a vattázást, mert akkor volt a vattázás a csúcspontján, tehát akkor számított kvázi újdonságnak másfél-egy évvel ezelőtt, és azért nem az üvegszállal találkozott, mert az meg előtte volt a hatalmas favorit. Én így emlékszem vissza a dologra legalábbis. Szerintem mindig én úgy gondolom, hogy mennek az emberek a kisebb ellenállás felé. És nem szó szerint, hogy a szubón felé, hanem szeretnék egyszerűen beüzemelni, szeretnék olyan közeggel beüzemelni, aminek viszonylag nagy a hivatűrő képessége, könnyű a karbantartása, jó a lészállító képessége. Nem kell túl messzire menni, tehát az üvegszállal paralel azért volt nekünk itt mesh szövet, ott is ment a játék, hogy 325-ös, 400-as, 425-ös, ezekkel játszani, kitapasztalni, melyik a jó. Aztán volt kerámia, sodrony, ekovul. Úgyhogy mindenki kísérletezget, és az az időszak, amit most megélünk, az egy az, hogy történelem lesz, kettő, ki fogja magát forni, ugyanúgy, ahogy kiforják magukat a készülékek, a kazánok, pár év, és kiderül, hogy mi az az életképes modell szerintem, ami megállja hosszú távon a helyét. Én Blacky és Mújó nevében nem tudok nyilatkozni, annyit tudok elmondani, hogy nekem vannak olyan kazányaim, amiben sokkal jobban szeretem például az üvegszálat. Ilyen a Prométhei, ilyen az Origen. És hogyha megfelelően az ember ki tudja tömni, akkor mondjuk a GT. A GT-t az zseniális volt, azt rengeteg ideig használtam, a sima GT-t. Simán 3x2 milli üvegszállal csókolom. Csak az a baj, ugye, de ezt Blacky te is alá tudod támasztani, hogy egy fém rúdra sokkal egyszerűbb a mikrokoilt egy kezdőnek is megtekerni, bár mondjuk hát tudjuk, hogy én nem tudok tekerni, hát ezt már leírták. Hát ugye. Ugye. Tehát könnyebb egy mikrokoilt megtekerni, mint azt mondjuk 8-10-20 tekerésen keresztül mondjuk elbaszva egy délutánt, egy szombat délutánt, hogy amit mindig ugye mondtunk, hogy segítő üvegszál, úgy húzzad, hogy feszes legyen, de ne túl feszes, de ne túl laza, mert akkor vagy hotspotos lesz, vagy égetni fog. Az egyik se jó, a másik se jó. Tehát ott azért nagyon tisztába kell
lett lenni, hogy dagad meg az üvegszál, mert ugye az a vattával ellentétben az nem összeesik, hanem megdagad. Mennyire dagad meg, mert ha nagyon megdagad, és szoros lesz, akkor égetni fog, nem fogja úgy szállítani a likvidet. Tehát azért ott jóval nagyobb az, ami az a ember... Hiba lehetőség. A hiba lehetőség, igen, meg ugye hát ahogy tekertük is régen. Én nagyon sokáig például, de most nagy zolás nélkül, én segédtű nélkül tekertem, mert akkor benne volt a kezemben még az is, hogy úgy is éreztem, hogy óvatosabban kell tekernem, hogy a tűnél azt olyan egyszerűen megcsináltad, hogy hát az egyenesen marad, tekerem, azt egyszer csak azt érzed, hogy fú, ez kurvára meg lett feszítve, és éget. Ha meg segítő nélkül csináltam, akkor valahogy egy picit benne volt az üvegszálnak is a mozgása, te is könnyebben tekergetted körbe, és könnyebben úgy mondom, hogy könnyebben fogtad, nem ez a jó szó rá, hanem lazábban fogtad, lazábban tekerted, na mindegy, tehát ott azért el lehetett rendesen játszani azzal, hogy sikerül, mint sikerül. Itt meg, ha veszel egy ilyen coiler jigget, vagy mit tudom is én, egy ilyen kúrót, megtekered 5 másodperc alatt. Igazából ezeknél a vari wattos készülékeknél az se számít majd, hány menetet tekersz rá, nem kell szabómozni, és aztán a wattát megcserélgeted. Én azt kurvára szeretem az üvegszálban, hogy hónapokig el vagy vele. És nem kell kihúzgálnod, ha van egy jó tekerésed, attól nem szabad, hozzá se szabad nyúlni. Mosni, égetni, szárítani, ennyi. Nem? De, így van. Az üvegszálnak megvannak a maga jó tulajdonságai, de ahogy mondtad is, olyan világban élünk, ahol mindenki mindent azon nyomban akar, és így nem ülnek le játszani vele addig, amíg ki nem tapasztalják azt, hogy jó, akkor ezt ilyen feszesen kell, ilyen közönként, ilyen húzallal amolyan üvegszára tekerni. Sokkal egyszerűbb az, hogy az ember megfogja, és egy csavarhúzót körbe tekeri 8-szor valami dróttal, aztán belerángat egy kis ebelin vattát. Plusz én például utáltam a mosogatás, szárítgatás procedúrát, úgyhogy én simán nemes egyszerűséggel újra tekertem az üvegszálat, és egy idő után ebből elegem lett, ami most mikrokoilban, vattával a Pelsonban, az nem viccelek, decemberbe tekertem meg magát a tekerést, és azóta csak cserélgetem benne a vattát. Nekem ez jóval praktikusabb. Na, a Pelsóval én is így voltam, hogy hát ugye azért mikor az ember 2, meg 3, meg 4 tekerést össze kell, hogy hangoljon azért, az most nem azt mondom, hogy ez nem gyerekjáték, hanem ott azért lehet azért vele pöcsölni órákat el, hogy az ugyanúgy izzon, ugyanúgy száradjon ki, ne kapjon az egyik hirtelen meleget, tehát ne melegedjen jobban, mint a másik. Ott azért azzal is el lehet pöcsölni, és tényleg nekem is a Pelsóban a duál az több, mint fél évig. A végén már csak azért, mert már rozsdásodott, már nem tudtam annyit tisztítani ezt a rohadt fémet, az meg, hogy rozsdásodik, hát mondom, az meg pedig annyira jó tekerés. Mindegy. Szóval a GT ilyen szempontból viszont kurva jó volt, mert az, amit leírtak a leírásban, azzal az üvegszállal megtekertük, nem a mikróra, emlékszel, Blacky? Simán, natúrva, hogy mit ne, tudom is, ilyen 1.6, 1.8, megtekertük, jó volt. Csak hát igen, ha visszanézek egy mostani videót, hát nem volt akkora gőze, viszont mégis mindenki a nyálát csorgatta, hogy micsoda ízei vannak. Igen, más egyébként az üvegszál, meg amit minden videó elején lehetett hallani, be kell törni. Én azt nagyon szeretem például, hogy ha látod egy tekerésen, tudod, hogy régi tekerés, és már egy kicsit már a likvidtől már meg van barnulva az üvegszál, az annyira vintage dolog, hogy kurva jól néz ki. És utána azt kimosogatod, és mikor azt kiégeted, izzik, és kitisztul, és kifehéredik, szerintem sokkal egyszerű. Én például a vattát ezért nem szeretem, mert ott baszottul sok múlik azon, hogy na mennyit fog szépen a kezedbe, vagy milyen erősen pödröd össze, és mennyire szorul az a kis darab, ami ott éppen a tekerés alatt van, és ha elbasztad, azt is szedheted szét, csak nem tekered újra üvegszálastól, hanem csak behúzol egy új vattát. De mind a kettőben van szerintem szopás faktor.
Hát meg igazából végig kell ezt próbálgatni, tehát hogyha már egy éve gőzlérkedik a kolléga, akkor, és még nem próbálta meg az üvegszálat, akkor kötelező egyszer megpróbálni, mert hát egész más az íz visszaadása, tehát kísérletezni kell. Ami ezt a szilikózis történetet illeti, annak idején én is szembesültem vele, olvastam több helyen. Én úgy gondolom, hogy ez marhaság, már csak azért is, mert amikor az üvegszál nedves, és van likvid a tartályban, és rendesen tocsog szépen az üvegszál, ahogy annak kell, akkor abból nem tud csak úgy kirepülni, le van tapadva. Tehát nem így működik. A másik pedig, hogy ugye, ha átszívod azon a levegőcsövön, aminek a falán szépen ott van a liquid film, a kondenzációtól kialakult liquid film, illetve itt-ott akár cseppekben összeállt a liquid, plusz még ott van utána a drip tip, aminek a belseje szintén ilyen, akkor elég egyszerűen be lehet látni, hogy itt innen elég nehezen jut ki bármi. Egy hasonlatot mondok, olajtükrös légszűrő. Igen. Azt én nem tudom, mi az. Hú, te valami értelmiségi gyerek lehetsz. Mit végeztél? Te Eötvös Loránd Tudományi Egyetem vagy? Szerepjátékos képző. Szerepjáték, úgy meg bizony. A gimnázium. Az ilyenekből lesznek az ilyen drógerek. Sose voltam gimnáziumban, max vendégségben. Kikérem magamnak. Ne idegesíts, hogy még szakmád is van. 98-103, számítástechnikai programozó. Álmomból fölkeltve elmondom neked. Atya úristen, hol végeztél, ha szabad tudni? Kalmár Lászlón. Ó, azt hittem, na mindegy, volt a közelünkben is, aztán hittem, hogy volt egy kis elte is, de aztán még időben elszabadultam. Tudtad, hallod? Láttam rajtad. Az a kuplerája, ami az asztalodon volt múltkor, hogy headset meg, itt a liquid meg, ott a 10 éves gyerekfénykép, vagy 20 éves fotó. Onnan láttam, hogy te ilyen bölcsész szakra is valamire biztos jártál. Mit kerestem volna én bölcsész szakon, Jézusom? A kinézetre olyan vagy, meg amilyen zenéket hallgatsz. Na, hát az átment csúnya személyeskedésbe, Csárli. Hát ez disznóság. És akkor most kérek elnézést minden eltét végzett vapertől, ez csak egy gyenge vicc volt Krisztián felé. Amit nem is hangsúlyozom, csak ráesett a szemem erre a szóra, hogy hangsúlyozom, hogy üvegszálból is már annyi fajta van, nem olyanok, mint régen nálunk, mikor mi kezdtük, hogy volt ez a sodrott üvegszál. Vannak nagyon fasza, körszövött üvegszálak, és múltkor adott nekem compó pont 3,5-es üvegszálat, és annyira könnyű volt vele dolgozni, hogy egy darab tűt a közepébe, ahol az a luk van a körszövés miatt, oda beszúrtam, szépen megtekertem körbe, és pont, írd és mondd, pont a GT2-nek a vájatának a mérete volt az a 3,5-es, már hogy a szélesebbik nut, mert ez 3,2-es, a 3,5-es pont patent volt bele, és az egész tekeréshez, a működő kazánhoz másfél centi. De hogyha a levágott részeket, 2 centit használtam el. Na ebből vegyél 1 métert, aztán számolt ki, hogy mennyit tudsz belőle tekerni, próbálgatni. És kurva jó volt. Na most majdnem kedvet kaptam, hogy áttekerjem a kazánomat, de nem túl régóta húzza már ezzel a mikrokoillal. Erre van nekem a mikrokoill temető, van egy ilyen kis fakkom a dobozban, és tudom, hogy a büdös életben soha nem, tehát hogy raknám be, mikor annyira tövig van a lába vágva, de szép, úgyhogy elteszem. És aztán egyszer talán valamikor felhasználom, de úgyse fogom, de aztán majd kikukázom egyszerre, meg jó illatuk van, tudod, a liquid miatt. Majd ki lesz állítva 100 év múlva a Bernárius Róbert Emlékmúzeumban. Az. Ja, úgyhogy ennyit tudtunk az üvegszáról, mit hagytunk még ki? Csak egy annyit, hogy erre az üvegszál történetre, erre még vissza fogunk térni. Bezony. És akkor, mivel most értünk el kb. A végéhez, szerintem említsük meg a videót, ami Phil Sorvaggyel Buszárdó videója lesz most, aki csak úgy unalomból
hétvégén elugrott Angliába a Vape Jamre, és ott készített egy rövid kis úti videót, illetve hát ez nem csak arról szól ez a videó, de ez a Vape Jam is megvan benne mutatva, említve, meg lehet nézni a kiállítókat, ahogy mekkora tér van ott, mekkora gőz van ott, mennyire nem látsz el 10 méternél tovább. Úgyhogy mindenképp érdekes. A kultúrába pedig berakott szerintem Mujó egy Budapest arénás linket. Én voltam. Mi ez? Nagyon gyanús nekem. Micsoda? Fejtsem ki. Igen, légy szíves. Mert életemben nem hallottam még Lindsay Stirlingről. Lindsay Stirling koncert lesz július 4-én a Budapest arénába, és ennek én nagyon-nagyon megörültem, mert néhány hónappal ezelőtt turnézott, és Bécsben volt egy állomása, és elgondolkoztam rajta komolyan, hogy el kéne menni Bécsbe, de aztán nem úgy jött össze a lépés, és még szerencse, mert Lindsay Stirling most házhoz jön, és itt fog koncertezni róla. Egyébként annyit kell tudni, hogy ő egy amerikai hegedű művész, és az America Got Talentből kiszavazták annak idején, és megmondták nekik a zsűri tagok, hogy szerintük nem annyira vállalható, amit ő csinál. Ő ilyen dubsteppel ötvözi, és egyéb stílusokkal a klasszikus hegedű képzettségét, de nem klasszikus darabokat játszik. És miután onnan szépen kiszavazták és elvették a kedvét, akkor ő úgy döntött, hogy kapjátok be, zsűritagok, és nekiállt mindenféle feldolgozásokat készíteni, és YouTube-on publikálni azokat, és rendkívül hamar óriási rajongótáborra tett szert a YouTube-on, és több milliós nézettség, stb. Stb. És ez így az elmúlt évek alatt odafajult, hogy most már nemzetközi turnékra is megy, és ennek lesz a budapesti állomása ez. Úgyhogy ne higgyünk mindig a zsűrinek, mert hülyeséget is beszélhetnek akár. De akkor veled, vagy tőle most veszel órákat, és föl fogod hegedülni dubstepben az intrónkat? Hogyne, természetesen. Persze, hát, Charlie. Hogy akkor beszéld le vele, hogy esetleg mit tudom is én, tudsz neki adni egy vaper pólót kompenzálásképpen, vagy itt egy nagyon jól sikerült mikrokoil tekerést bármikor felajánlasz neki? Nem hiszem, hogy mi nagyon ugyanazokban a körökben mozognánk. Most miért mondod? Ja, erről jut eszembe, nem tudom, hogy mit mondtál, melyik tehetségkutató, de most megint van egy magyar csapata, pont a Britain's Got Talent-ben talán? Akik, igen, igen, itt van. Akik pedig... A táncos gárda. Igen, néptáncot ötvözik egy kicsit populárisabb saját stílussal, és na, nehogy az legyen már, hogy tavaly is, meg most is a magyarok nyerik meg, mert az durva lenne. Jó, hát én akkor azért szurkolok. Persze. Jaj, hát ezt nem úgy mondtam, hát ez mekkora lenne, hallott, hogy kint egy angol tehetségkutatóban kétszer egymás után magyarok nyernének. Én jót röhögnék. Nincs igaza, Charlie, az igazán magyar virtus az az lenni, hogy direkt ellenük szurkolni. Nehogy már! Ja, tényleg. Meg agyvérzést kapni, hogyha nekik sikerük van, és persze nekik most lesz 100 000 euró, vagy font, vagy 10 millió, vagy mit tudom is én mennyi pénz, és azt, hú, micsoda plakátokat lehetne abból csinálni a vapereknek. Ja, de akkor szerintem most az adást be is rekeszthetjük, és nagyon megütötte a fülem ez a Kap egy íkok, kicsit olyan kenis volt, úgyhogy én is úgy köszönnék most el, és ez legyen a nyári adás, és a tavaszi adás záró, ami már nyárba hajlunk címe, hogy Kap egy íkok, én leléptem. Remek lesz. És ez egy kerek adásszám. Aha. 64. Igen, kettő a hetediken. Programozó, Charlie, édes, programozó. Édes. Jaj, dehogy, a 128 lenne. Kettő a hatodikon, elnézés. Egy magyar programozó, mert elbaszta. Plusz, mínusz egy. Igen. Nem csak vicceltem, mert mondtad, hogy kerek szám, és én azt hittem már valamit rá akarsz fűzni, hogy Vép 42, de mondom, ennek semmilyen, se bibliai, se semmilyen más vonatkozását nem tudom ezt a számnak, de alig várom a 66. adást. De vagy a 69-et. Nem, az semmiképp. 66-ra tudnék mondani, de az túl gyenge lenne hozzánk, úgyhogy azt nem fogjuk megjátszani.
Mindenkinek én személy szerint kellemes nyári ünnepeket akartam mondani, pihenést kívánok. Nagyon sikeres tüntetés nektek, Krisztián. Kíváncsian fogom várni a részleteket, és számolj be tényleg róla Facebookon, vagy valahogy írjál majd, hogy hogy sikerült, vagy küldjél képet, mert kíváncsi vagyok. Blacky, neked meg mit kívánok? Kevés ködöt oda Angliába. Köszi, nyár van, megoldottad. Bejött? Bejött. Bevazeg. 22. Ennyi. 64, ugye? Jó, kapd egy íkok, én leléptem. Sziasztok! Sziasztok, köszi! Sziasztok!